Sebastian, this position is good enough. Your current position is good enough. A Petrobras Brazil nagydíj második szabad edzése következik felvételről. Rengeteg kérdéssel, ennyit már előjáróban elárulhatok, hogy a facebook.com per Vox utca oldalon nagyon sok kérdés érkezett, és lesz miről beszélni a következő másfél órában is, mert hogy rengeteg minden történik a Forma 1-ben. Ha nem is túl izgalmasak a versenyek egy ideje, azért a zöld asztaloknál, illetve a háttérben zajlanak az események. Ez az az aszfalt csík, amely mindössze 4309 méter hosszú, tehát elég rövidnek számít, és 15 kanyar tartalmaz, de milyen kanyarok ezek? Legendás ívek a Senna S-től elkezdve az összes többin át, egészen az utolsó padló gázzal teljesítendő bal fordítóig, fordulóig, ami hát igazából egyenesnek számít a szó technikai értelmében, de egy pici törés van benne, tudják, ez az, ami rávezet a rajt cél egyenesre, vagy inkább görbére, és ahogyan láthatják, jócskán esik az eső, illetve rendesen esik az eső. Így volt az az első szabad edzésen is, ami azt a hátrányt mindenképpen okozta a csapatoknak és a versenyzőknek, hogy nem igazán tudták próbálgatni a slick abroncsokat, az inter, illetve a teljesen esős pályára való gumikat próbálták ki a versenyzők, sőt, lett volna lehetőségük mást is tesztelni, de azt meg bőven nem tudták feltenni. Weber Gábor is itt van mellettem. Úgy bizony, hogy 2014-es Pirelliket elhozta a Pirelli, hogy teszteljék a csapatok, hogy ők is meg a gumigyártó is adatokat nyerhessen a jövő évi gumik viselkedésével kapcsolatban. Valamilyen madárázott. Bagoly volt? Az, bagolynak néztem, de nagyon összehúzta magát. Pedig Joe Clear beszélget Lewis Hamiltonnal. Szóval valóban itt vannak a 2014-es gumik, de a lehető legrosszabb koreográfia zajlik a Pirelli szempontjából. Az első és a második szabad edzést is el fogja mosni az eső, nagyon úgy tűnik. Ugyan még másfél óra hátra van ebből a mégsem kezdett másodikból. De hát nem úgy néz ki, hogy maximum, hogyha nagyon nagy szerencséjük van az utolsó fél óra, lehetne száraz, ha most elkezdene elállni. Minden esetre nem szokatlan képek ezek azért Interlagos-tól. Te is jó néhányszor elásztál ott a helyszínen, azt gondolom. Látunk itt már néhány káoszfutamot is. Tavaly 40 körön keresztül vezetett Nico Hülkenberg egy Force Indiában. Sőt, Nico Hülkenberg Williams-el volt itt pole pozícióban, ott is az esőnek köszönhetően. Még 2010-ben, és hát ezek sem szokatlan képek, hogy akármilyen idő is legyen, a brazil szurkolók nagyon lelkesek, és várják, hogy meglássák kedvenceiket. Tényleg elképesztő a hangulat Brazíliában, keresve sem lehetne jobb helyet találni a szezonzáró futam helyszínéhez. Egyébként elég veszélyes, az elmúlt években több csapatot, pilótát kiraboltak piros lámpánál, újságírók is néztek már szembe pisztolycsővel, úgyhogy elég ijesztő hely e tekintetben. São Paulo egy hatalmas metropoliszról van szó, óriási társadalmi különbségekkel, amely különböző feszültségekhez vezet, de mindenképpen a hangulat, a szenzációs, ott alszanak már a pálya környékén egyébként a szurkolók, és várják, hogy mikor engedik be őket a lelátókra. 22 fok a pálya, 20 fok a levegő hőmérséklete, és a legfontosabb adat pedig az a néhány esőcsepp, amelyet nem csak grafikában, hanem a maga valójában is lehet látni ezeken a felvételeken. Nagy kérdés, hogy mikor jönnek először egyáltalán ki az autók a pályára. Ha már a veszélyről beszélünk, az emlékezetes 2008-as finálét követően, amikor Timo Glockot az utolsó kanyarba előzte meg Lewis Hamilton. Timo Glockot brazil válogatott mezbe csempészték ki a reptérre, hogy nehogy valamilyen atrocitás érje útközben, mert ez ugye a masszadrukkerek, a hazaiak kicsit felháborodva vették tudomásul, még akkor is, hogyha ez nem Glockon múlt, de hát nem vették jó néven azt, hogy az utolsó kanyar utolsó körében tulajdonképpen sétakocsikázásos tempóval elengedte maga mellett Lewis Hamilton, de hát nem tudott mit csinálni adott esetben slickeken. Úgyhogy itt az átlagosnál csak úgy, mint a futballban, Forma 1-el kapcsolatban is azért az érzelmek a tetőfokára hágnak, hogyha hazai kedvencekről van szó. Komoly érzelmi hullámvasút az, amit produkálnak a szurkolók. Fernando Alonso az idei világbajnokság második helyezettje, szintén ezt a pozíciót sikerült megszereznie, ugye tavaly is, tehát ő ennek értelemszerűen nem örül. Állítása szerint valamikor a magyar és a német nagydíj környékén engedték el ezt a VB-t, látva a Red Bull fölényét. Itt pedig az a Nico Hülkenberg, akinek az egész Forma 1 kíváncsian várja a jövőjét. És egyébként Fernando Alonso nyilatkozta mások mellett, hogy a mezőny egyik legtehetségesebb pilótája, és nem érti, hogy miért ilyen nehéz neki ülést találnia. Hát mi pontosan tudjuk, vagy legalábbis sejtjük, komoly anyagi okok vannak a háttérben.
Pásztor Maldonadón és Nico Hülkenbergen a Forma 1-es világ szeme. Létrejön-e a Quantum Motorsportos üzlet, sikerül-e nyílbe ütni? A Lotusnak sikerül-e eladni a csapat 35%-át? Mert ha igen, akkor az anyagi biztonságot jelent számukra, tehát akár Nico Hülkenberget is leigazolhatnák, avagy rászorulnak annak a Pásztor Maldonadónak a pénzére, aki mögül lehet, hogy kihátrál a venezuelai állami olajvállalat, és a PDVSA nem támogatja azzal a bizonyos 50 millió dollárral. Szóval ezek mind-mind nagy kérdések. Hát ráadásul Sergio Perez partvonalon kívülre kerülésével a McLarennél egy újabb nagyhal került a történetbe, vagy egy újabb kavics kavar az állóvízben, most már nem is állóvízben hullámokat, hiszen Perez nem csak tapasztalattal, hanem némi mexikai pénzzel is érkezik, messze nem annyival, mint amennyit Pásztor Maldonado visz magával a venezuelai olajtársaság formájában, vagy dollárjai formájában, de mégis jelentősen hozzájárult egy csapat büdzséjéhez. És ilyen szempontból azt gondolom, az összes olyan csapat, aki még pilótákkal tárgyal, az Sauber, Force India, Lotus, Emilio Botten, a Santander elnöke szokás szerint megjelenik. Az évvégi versenyen mindig láthatod meg a barcelonain is. Ennyit a fizetős pilótákról egyébként, ugye sokszor beszéltünk már, hogy bizonyos értelemben Fernando Alonso is annak számít, mert hozza magával a Santander millióit. Úgyhogy igen, ha innen nézzük, ez most egy jó párhuzam, hiszen itt a spanyol milliók Fernando Alonso-nál, Sergio Pereznél meg a mexikói milliók. Minden esetre én magam is csodálkoznék, a Pereznek nem lenne helye, ha bár simán előfordulhat, mint hogy Paul Di Resta is úgy kerülhet ki a Forma 1-ből, hogy egyébként abszolút itt lenne a helye. Ő viszont már az Indikárral tárgyal. Igen, hiszen ugye, ahogy elmondtuk korábban, Dario Franchitti többszörös Indikár győztes és Indy 500 nyertes végleg szögre akasztja a sisakot óriási balesete után, és még azzal is hírbe hozták esetleg az ő csapatával, meg egyéb csapat is. Hát, ha nem is vetette ki hálóját Paul Di Restára, de azért kacsingatnak egymás felé, vagy megy a násztánc. Daniel Ricciardo az, aki utolsó Toro Rosso-ban futott verseny hétvégére készül, speciális sisakfestéssel. Grazia tutti, köszi mindenkinek. Ez van a fejvédőjének a tetejére írva, és a brit, illetve az olasz zászló felfestve. Az ausztrál nemzeti lobogón kívül ez a másik két zászló, ami nagyon fontos számára. Rubens Barrichello, a helyi hős. Rubinho, imádják itt Interlagosban, megperszelek itt Brazíliában. Kicsit tovább sétál a célegyenes végén, még a nagymamájához is beugorhat, mert ugye gyerekkorában a célegyenestől nem messze található, a célegyenes egyvonalban található házban lakott a nagymamája. Szóval rengeteg kérdés van még a Forma 1-ben, hogyha nem is kapunk választ ezekre az elkövetkező néhány hétben, hallgassák csak a közönséget? Örömmel üdvözlik a nézők a honfitársukat. Felismerték Rubinhót. Szóval természetesen majd a híradásainkban beszámolunk ezekről a történésekről, igazolásokról, átigazolásokról, gazdasági és egyéb hírekről. Ha már speciális sisakfestés, Felipe Massa is ezzel megy. Na még egy fénykép a szűk értelemben vett versenycsapatával, a mérnökeivel, Felipe Massa szerelőivel. De jó kép. Vörös sisakfestés, aminek a hátulján az elért eredmények olvashatók. Hány futamgyőzelem, hány év a versenyzőként a Ferrari-nál, és így tovább. Itt pedig Pásztor Maldonado mögötte a csapatfőnökkel, a tulajdonossal, Frank Williams-el. Maldonado biztos abban, hogy a Forma 1-ben marad, ő ugye a PDVSA pénznek köszönhetően meg. Azért tegyük hozzá, Maldonado nem egy kutyaütő, csak még mindig nem nőtt be a fejlágya. Már kételkedem abban, hogy valaha befog. Ennek ellenére bebizonyította már, hogy a bizonyos futamokon igenis képes rá, hogy ahogy tavaly behúzta Barcelonában azt a futamgyőzelmet. Tehát jó autóval azért számolni kell vele, az megint más kérdés, hogy nem világbajnok alkat, tehát egy egész szezonon keresztül nem lehet arra számítani, hogy folyamatosan jó teljesítményt hoz, legalábbis egyelőre ez a kép. Vele ellentétben például Romain Grosjean ezt most már valamennyire, sőt azt gondolom, hogy szinte teljesen lerázta magáról ezt a békjót, vagy ezt a címkét. Felipe Massa az összes fotóalbumba szánt fényképet elkészíti itt a sarokban. A testvére és az édesapja. Jönnek a mérnökök, szerelők. Hát biztos, hogy érzelmekkel teli pillanat lesz a brazil televízió riportere a hölgy. Soha nem fogom elfelejteni, napokon keresztül táboroztak a kórház előtt, ugye a baleset, az emlékezetes hungaroringi baleset után a spanyol, a brazil televíziós kollégák,
Jenny Bex is figyel. Kicsit olyan a hangulat Brazíliában, mint valami házi buli elején. Házi buli vagy az évvégi dékiosztara várva, tehát verseny nem lesz. Jenny Bex pedig szerintem az elmúlt hát fél év, de nem, lehet, hogy a fél évre is igaz, az elmúlt 6-8 futamra biztosan igaz, hogy a kamerák által legjobb előszeretettel mutatott pilóta barátnő. Az a pilóta barátnő, akinek a leginkább sikerült berobbannia a Forma 1-be. Max Chilton. Egy próbarajt. Kék festésű Pirelliken, az az a teljes esőgumikon, az extrém esőgumikon a régi elnevezésén. És hát figyeljünk a hangokra is ezen a hétvégén, mert hogy a V8-as motorok hattyúdala is következik, az utolsó olyan hétvége, amelyen még ezek az erőforrások állnak a szolgálatban, hiszen jövőre... Ha már Marussia, akkor a Cosworthnak is a hattyúdala, nem csak a V8, hanem jelen esetben a Cosworth is utoljára énekel, legalábbis egyelőre a Forma 1-ben. Nagyon sikeres volt egyébként motorszállítóként, talán pont itt nyertek utoljára Jordannel, amikor Giancarlo Fisichella utólag kapta meg a 2003. Igen, erre most nem feltétlenül esküdnék meg, de hogy hát a Cosworth is nagyon sok csatát megélt a Forma 1-ben. Jól hallatszik egyébként, hogy mennyire visszhangos az Interlagoszi pálya, mert hogy... Ez is egy tektő, mint a Hungaroring. Völgy, abszolút völgyben fekszik, igen, ráadásul magasak a lelátók jobbról-balról. Te döntsd el, hogyha kint szeretnél maradni, mondjuk Gary Gannon, meg Chiltonnak. Ez pedig a rajt célegyenes. Hát van bőven víz a pályán. Azt ebből is lehet látni, ebből a képből. Timo Glockot említetted, ugye 2008-ban vált főszereplővé részben, vagy néhány momentum erejéig itt az Interlagoszi idényzáron. Jön Magyarországra méghozzá vasárnap Timo Glock, a DTM sajtótájékoztatón vesz majd részt, és terveink szerint a repülőtérről befelé a városba forgatunk vele egy interjút, például a 2008-as Interlagoszi emlékekről, no meg persze a DTM futam győzelemről, amely idén összejött neki a Hockenheimi idényzáron. 1 perc 22, 1 óra 22 perc van még hátra az edzésből, úgyhogy itt az ideje a kérdések megválaszolásának. Rengeteg kérdés érkezett a Facebookon. Ez az a csatorna lesz egyébként, amelyet a holt szezonban is érdemes majd sűrűn látogatni, hiszen a legfrissebb híreket talán mindennél gyorsabban megtudhatják a Box utca Facebook oldalán. Nézzük egyébként meg még Max Chilton teljes körét. Fú, nagyon csúszkál alatta a Marussia. Érdemes nézni, hogy kerüli a dumizott íveket, az ideális íveket, a szárazon ideális íveket. Próbál amennyire lehet csak szélesen kezdeni a kanyarokban, aztán előbb-utóbb mindenhol keresztezni kell a gumizott ívet. Ahol lehet szélesebben autózik. Szakad az eső Interlagosban. És ez így maradhat a hétvége hátralevő részére, és az előrejelzések szerint bőven, vastagon benne van a pakliban, hogy esős futamot látunk, amire idén 2013-ban még nem volt példa. Ugye megkérdezhetnék, hogy most akkor Max Chilton miért bohózkodik ki a pályán, a többiek nem mennek, és ez azért van, mert hogy az első szabad edzésen Rodolfo González vezetett ebben az autóban, a tartalékpilóta, és ezért Max Chilton is lehetőséget kap, szüksége van néhány körre elsőben, hogy letapogassa a pályát, mennyit változott tavaly óta egyetem, milyen az esőben, Max Chilton azért nem nagyon vezetett még itt, úgyhogy innen nézve is fontosak neki ezek a körök. A szimulátorhoz képest mit tapasztal? Vagy a játékkonzolhoz képest? És ez egy dolog, hogy megnézheti, hogy Rodolfo González és Jules Bianchi délelőtről milyen adatokat gyűjtött be, hát, de ennél a néhány körnél semmi nincs nagyobb segítséggel a számára. Rodolfo González, ugye, aki Pastor Maldonado honfitársa, ő is venezuelai. Szóval ő nem váltotta meg a világot a délelőtti edzésen, ellenben Daniel Kwiatot mindenképpen ki kellene. Daniel Kwiat 8. volt, és megelőzte a csapattársát. Nem jelenlegi jövő évi csapattársát, vagy aktuális csapattársát az első szabad edzés erejéig, aki Generik Veny, a Toro Rosso-ban. Generik Veny a 14. volt 1.26.593-mal, Daniel Kwiat ennél 5 másodperce volt gyorsabb. Nem feltétlen van ezeknek sok jelentősége, de azt mutatja, hogy Daniel Kwiat hamar ráérzett a Toro Rosso-ra, meg arra, amit egy ilyen Forma 1-es autó vezetése kíván ilyen esős körülmények között, ami már önmagában egyébként nem kis fegyvertény.
Heikki Kovalainen hagyja el a box utcát, és akkor, hogy teljes legyen a beugró pilótákról adott helyzetjelentésünk, James Calado volt az, aki a az egyenesekben van nagyobb gond, mondja Max Chilton. Csomó helyen, volt egy konkrét helyet, mert ott nagyon zúgott a rádiója, nem pontosan értettem, hogy melyik egyenesről beszélt, talán pont a célegyenesről, de lehet, hogy a hátsó egyenesről, a célegyenesben keresztben lefolyik, egy picit döntött, szóval nem is a kanyarokkal van gond, hanem az egyenesben annyira áll a víz, hogy ott kell igazán visszafogni magunkat a vizen csúszás az aquaplaning miatt. Max Chilton egyébként rádió kommunikáció és forgalmazás érthetőség szempontjából Jenson Button-i magasságokba emelkedik, vagy süllyed, attól függ, honnan nézzük. Na, szóval befejezem az iménti gondolatot, mert James Calado volt még, aki beugrott, a Force Indiát vezette, de a 18. helyen zárt, Sutil a 15. lett, tehát Poldi Restát helyettesítette James Calado. Ennek a helyzetnek az a faramúcisága, hogy miközben a versenyzőnek meg kell próbálni letapogatni, kitapogatni egy hol tapad legjobban a pályás, milyen körülmények között, nagyjából milyen tempóra lehet képes. Egyetlen egy dolgot kell nagyon-nagyon észben tartani, és ezt ők nagyon jól tudják, hogy tilos összetörni az autót, mert ez a legnagyobb butaság ilyenkor, amikor nincs nyomás az emberen, és nincs jelentőség. Ugyanakkor meg hát ilyen körülmények között nagyon könnyen lehet egy olyan hibát véteni, ami nagyon gyorsan a falba rakja az autót. Úgyhogy most úgy kell viszonylag gyorsan megismerkedni a körülményekkel, hogy lehetőség szerint a 100%-ot inkább alulról nyaldosni. És pont Chilton körében volt egy olyan féktáv a célegyenes végén, ahol egy pillanatra rárakta a fehér vonalra. Féktávon itt is egy picit Kovalainen a fehér vonalon van, azokat pedig alapból kerülni kell esőben. Szinte a pálya mellett fordul. És innentől padlógáz. Itt már nem nyom padlót. Nem, mintha bármit számítana, 1.31.658 Heikki Kovalainen köre, egyenes, körideje. Az egyenes kétharmadától egy picit megállt a gázadás. Hoppá! Itt van egy csúnya átfolyás, ez már néhány versenyzőt megtréfált az elmúlt években. Heikki Kovalainen, akinek egyébként nem sikerült rosszul a beugrása, az első beugrása, ugye ő helyettesítette Kimi Räikkönent már az Egyesült Államok nagydíján, és 15. lett, de a legfrissebb hírek szerint egy nylon zacskó darab tömeszelt el az egyik hűtőnyílást az autón, és hát ez okozott különböző problémákat nála, ami meglehetősen nagy pehre Kimi Räikkönen, ugye a Spában, és ugye lecserélték az első orrkúpot, az első szárnyát, ugye Kimi Heikki Kovalainennek Austinban, és azt is gyanították, hogy az első szárny vesztett leszorító erőt, de utólag nem találtak erre utaló jeleket, sokkal inkább azt, hogy az egyik fékhűtő csatorna eltömődött, és szinte azzal egy időben, hogy a fékhőmérsékletek elkezdtek emelkedni, jött a problémája Heikki Kovalainennek, és valóban ez is okozhat, ez is olyan turbulenciát okozhat, illetve a levegő irány, a levegő áramlásának a megváltozását az adott oldali kerék körül, hogy valóban ennyire negatívan befolyásolhatja az autó vezethetőségét. Heikki Kovalainen pedig tovább köröz Interlagosban, és gyűjti az adatokat, javít a saját idején, nyilván keresgéli a határokat. James Calado tűnt fel egy pillanatra, illetve egészen pontosan a tarkója a Force India mérnökei között. Nyilván valamiként óriási tapasztalat egy fiatal pilótának, már önmagában az, hogy egy ilyen verseny hétvégét csak nézőként a rádióforgalmazásokat végighallgatva végigül. A kis Rubens? Úgy néz ki. Igen, Barrichello kisgyermekével Felipe Massa fényképezkedik. Föl lehet tenni a Facebookra és egyéb
egyéb közösségi oldalakra. Nico Rosberg ugye ő volt a leggyorsabb a délelőtti edzésen. Jegyezd meg ezt a pillanatot, mert van egy olyan érzésem, hogy amikor a kis Rubens 20 év múlva Forma 1-be versenyez, lesz még olyan futó, amikor az öregedő masszával lesz közös kép. Láttunk ilyet, ugye, amikor Mihály Schumacher átadta a go-kart verseny győztesének, a 8 esztendős Sebastian Vettelnek a díjat jó pár évvel ezelőtt. Jenson Button sem borotválkozott már egy ideje, meg a McLarennél szinte senki. A movemberi akció keretein belül. 70-es évek életérzést picit vissza. Hát egyébként a 33 éve nem produkált olyan gyenge sorozatot és szezont a McLaren a történelme folyamán, mint most. Egyetlen dobogós helyezés sem jött össze. Erre azért nagyon régóta nem volt példa a McLaren történetében. Jenson Button maga fogja értékelni az egész mögöttünk hagyott idényt a szombati felvezető műsorban. 16 óra 45 perckor kezdődik egyébként az M1-en. És az eddigi egyetlen versenyző, aki folyamatosan rója a köröket, az Heikki Kovalainen, már 1.35.37, tehát a következő cél az kell, hogy legyen, hogy 1.30-on belüli időt autózzon a finn versenyző. Na, akkor nézzük a kérdéseket, mert hogy jött bőven Almási Majra, kedves kommentátorok, most is jó munkát kívánok, köszönjük szépen, neked, önöknek pedig jó tévézést. Tákos Attila kérdezi, hogy szerintünk létezik-e tökéletes edzéskör? Gondolom annak kapcsán merült fel ez a kérdés, hogy a McLaren indított egy sorozatot, hogy a vadászat a tökéletes körre, az interneten lehet nézni ezeket az epizódokat, írásokat, véleményeket, videókat és így tovább. Én azt gondolom, hogy nem. Én meg azt, hogy ezek a pilóták manapság már össze tudják rakni a tökéletes kört. Kérdés, hogy mit nevezünk tökéletes körnek, hogy mennyire filozófiai értelemben és mennyire gyakorlati értelemben nézzük a tökéletes fogalmát. Gyakorlatilag ezerből egyszer, ha van olyan kör, amikor úgy száll ki egy versenyző, hogy sehol nem tudna javítani igazán, de hogyha utólag megnézi telemetrián és utólag elemzi a kört, akkor mindig találni benne néhány századot, olykor egy-két tizedet is, de azt gondolom, hogy egy tökéletes kör az egy tizeden belül kell, hogy legyen az elméleti maximum. Tehát ha valaki egy olyan kört tud összerakni, és nem véletlen éppen talán, hogy Sebastian Vettelt látjuk, ami az elméleti maximumhoz képest egy tizeden belül van, akkor én az gyakorlatban tökéletes körnek hívom, de tulajdonképpen nincs olyan kör, amin ne lehetne még egy picit csiszolni itt vagy ott. Egyre jobban esik megint. Több víz van a pályán, elkezdtem vízen felúszni néhány helyen. Szóval van például Ayrton Sennának az a legendás monakói időmérős köre a felézeti kameráról. Hát abba is már azért belebeszéltek szerintem sok mindent. Az egy nagyon kemény kör volt, azt hozzá kell tenni. Nagyon nagy különbsége, óriás fülönnyel nyert Alain Prost ellen is azon az időmérőn. De még azt gondolom, hogy nagyon white szeműek, meg ha sokszor megnézed, abban a körben is találnak talán néhány századot, egy tizedet biztos, meg hát mondom, tegyük hozzá, hogy ma már azért tényleg néha azért látunk olyanokat, ugye amióta megszoktuk, hány éve vált szokássá, hogy az időmérő végén a pole pozíciós kört ismét. Jó pár éve mutatják már, igen. Azért egy évben néhányszor látni, azt gondolom, hogy mondjuk ha azt mondom, hogy vegyünk egy 20 futamos évadot, hogy egyszerűbb legyen számolni, azt gondolom, hogy 3-4 alkalommal biztos van olyan pole pozíciós kör, amiben nem sok hibát találni. Ennek ellenére mondjuk azokat hívhatjuk közel tökéletes körnek. Igen. Biztos, hogy azokban a körökben is, hogyha utólag elemzik, akkor találnak benne. Szóval nincs mindig, ez egy mindig a tökéletességet egyre inkább megközelítő törekvés, de azt gondolom, hogy tökéletes kör a maga nemében nagyon-nagyon ritkán létezik. Ez egy kicsit olyan vita, mint mondjuk a 100 méteres férfi síkfutás világrekordja, hogy sokáig elképzelni nem tudták, hogy 10 másodpercen belül le lehet ezt futni, aztán lám hova fejlődtünk, vagy éppen a maraton férfi csúcsa, szerintem évek, egy-két év múlva már lehet, hogy 2 órán belül időt fogunk látni, ugye most is alig néhány perccel lépik túl a 2 órát a legjobbak. Na minden esetre érdekes beszélgetések, és itt van Mark Webber, akiről még nem ejtettünk szót, de mindenképpen meg kell emlékeznünk, mert hogy ez a derék fiatalember utoljára ül be a Forma 1-es autóba. 216 futamon indult eddig, 217 lesz majd vasárnap. Nem kevés. Nem, bizony, több mint 1000 pontot szerzett pályafutása során, ez is nagyon sok, 18-szor volt övé a leggyorsabb kör, 13 pole pozíció, 9 futamgyőzelem, meg lesz-e a 10. a búcsú futamon. Természetesen hosszú interjút készítettünk vele, Bobák Robiék jó voltából a helyszínen. Annak rendje és módja szerint elbúcsúztatjuk majd, és kíváncsian várjuk, hogy mire lesz képes a hosszú távú versenyeken, mert ugye azért nagyon érdekes
projekt lesz majd. Úgy tűnik, hogy a Porsche nagyon komolyan veszi azt, hogy az Audit letaszítsák a trónról, ahol az Audi már régóta üldögél. Biztos, hogy egy komoly versengés lesz majd, és ahhoz ez a tapasztalat, amelyet Mark Webber az évek során fölhalmozott, mindenképpen nagyon hasznos lesz majd. Romain Grosjean, akit éppen Mark Webber kritizálta tavalyi szezonban nagyon csúnyán, hogy már az első kanyarokban összetöri magát meg a mezőny felét, és Mark Webber volt az, aki nagyon korrekt módon néhány hete azt mondta, hogy nagyon-nagyon sokat ért Romain Grosjean és a mezőny egyik legjobb pilótája. Hol nevezte el? Elsőkörös álmok futónak? Japánban? Hát kész, talán ott, igen, ez az elhíresült mondás Mark Webbertől. Ilyen másabb hangja van a Marussia Cosworth-nak, mint a Lotus-ban mozsikáló Renault-nak. Bianchi nem sajnálja. Nem, de hát ő már délelőtt ezt megtapasztalta, picit nagyobb bátorsággal esett neki. Kicsit beljebb autózik, mint Kovalainen, nem sokkal, de vannak azért minimális eltérések. Látod, inkább a pálya közepén, Kovalainen itt szélesebben tartotta, sőt, itt be is keresztezi az ívet, a száraz ívet. Itt mindenki szűken fordul, aztán óvatosan ad gázt, viszont belül tartja. Kovalainen itt kijebb kanyarodott. De későn fékezett. Ahhoz képest, hogy mennyire csúszós, de tudta, hogy megáll. Na nézzük, hogy megy át a vízátfolyáson. Az itt van, pont. Szinte pont a száraz évet használta, sőt, gyakorlatilag a száraz évet használta. Szépen végig csúszkált a pályán Jules Bianchi, annak ellenére is, hogy bő 2 másodperccel lassabb volt Heikki Kovalainen legjobb idejénél. Jules Bianchi azon kevés fiatal pilóta egyike, aki biztos a jövőjében, és ugye az ő szerződtetését már megerősítette a Marussia. Mark Webber pedig már a pályán. Nagyon érdemes azt figyelni, hogy ki milyen esős stílusban, milyen technikával vezet, mennyire kerüli, mennyire megy közel a száraz évekhez. Kovalainen és Bianchi esetében elég szembetűnő volt az eltérés. Kíváncsi vagyok, most a Webbernél mit látunk. Senna S, az 1-es-2-es kanyar a célegyenes utáni első kanyar kombináció, aztán jön a hátsó egyenes, a 3-astól a 4-esig. Húzódik be azonnal középre, mert itt kívül áll a víz, az látszott. Féktáv végén viszont kihúzza az ideális ívre. Két bal kanyar, egy szűkebb és egy enyhébb a 4-es-5-ös, aztán megint egy rövid egyenes. Majd jön egy hosszú jobbos, a 6-os és a 7-es kanyar kombináció, ami megint egy szűk jobbosba torkollik a 8-asba, és ott van egy gyors irányváltás, egy éles bal kanyarba. Ez a 8-as, ott pedig a 9-es éles balos. Hallatszik, ahogy visszahörög a Renault motorvezérlés a Red Bullon, ugye ez, amiről Szingapur után rengeteg szó volt, de hát már tavaly óta hallani ezt a nagyon furcsa repedfazék hangot gázelvételnél. Innentől pedig csak bal kanyarok a végéig. Nem volt az rossz kör Heikki Kovalainentől, abár Webbernek ez még csak az első mért köre. Itt pedig egy lassítás. Kárász Rudolf, sziasztok! Montezemolo 8-ast adott Alonso ezévi teljesítményére. Ti mennyit adnátok neki, és persze Massának is?
Ez a 8-as, ez egy reális értékelés a Ferrari elnöktől, azt hiszem. Egy 9-es minimum adnék Alonsónak. 10-es csak azért nem, mert az utóbbi időben voltak olyan időmérős teljesítményei Massához viszonyítva, amik hát nem feltétlen voltak a maximumon, de egy a versenyen még... nyújtott teljesítményét tekintve. Nagyon nagyot produkált ezúttal is Fernando Alonso. Azt a plusz egy pontot valószínű azért, ő sem borotválkozik egy ideje, azért vonta le Luca di Montezemolo, mert volt az a kis összezördülésük a szezon közepén, amikor helyre kellett utasítani a versenyzőjét, hogy ne beszéljen már, hogy ne mondjon csúnyákat a csapatára. Hát te meditál. Úgy tűnik. És figyeli Webbert. Egy picit följebb húzták volna a kamerát, akkor azt is mondhatjuk, hogy levitál. Úgy nézett ki, mint aki lebeg kis jóga ülésben. Csapattárs pedig kínrója a köröket. És gyűjti szorgalmasan az adatokat. Weber hiányozni fogsz. Sok Formegy szerencsét, sok én sikert. Hiányolni fogok. De jó. És egy közös kép Mark Webberrel kinagyítva. 1.32. Meg a közös gyerekről is. Igen, ne felejtsd el utalni a tartásdíjat. Kocsi Dávid, sziasztok! A betét futamokat hogy oldják meg, mikor egy verseny hétvége alatt? Most ígérkeznek a legjobbnak a körülmények, mondja Tim Wright Sharpie-nek. De azért ennek ellenére legyél óvatos, természetesen teljes esőgumikon megyünk. Szóval betét futamok, a pedokban csak két szériának van hely, ha jól tudom. Hát ez így ebben a formában nem igaz, attól függ, hogy melyik pályán vagyunk. Hogy oldják meg a box kiállásokat, és a mérnökök meg a csapatfőnökök hol ülnek a verseny alatt? Fölülnek a pitvorra, a Forma 1-es csapatok pitvorjára, például a GP2-es és a GP3-as betét futamokon. Gyakorlatilag az összes betét futam fölülhet az aktuális főfutamnak a Box utca falára. És különböző pedokokban vannak elhelyezve egyébként. Ugye a Hungaroringen például lent a gokart pálya környékén vannak a Porsche-sok, GP2, GP3. Így van. Hát a pálya adottságait mindenhol megpróbálják maximálisan kihasználni. Ami nagyon érdekes, mármint a mi szempontunkból, hogy a Forma 1-es belépővel mindenhova lehet menni lefelé, fölfelé viszont nem működik a dolog. Tehát ők nem jöhetnek. Tehát Kispárton itt nem egyszer kellett be vannak zárva alul. Úgy becsempésznünk, hogy ha valamit szeretünk volna vele forgatni, akkor vagy mi mentünk hozzá, vagy fölvittük az F1-es pedokba valami kölcsön ilyen belépővel, és akkor most Mark Webber 1.29.08-szal. Úgy néz ki egyébként a betétfutam versenyzők, meg a abban résztvevők, csapatok, szerelők bárki számára, hogy nekik ugyanúgy be van osztva természetesen a hétvégéjük, hogy mikor nyit a box utcájuk, mikor kell fönlenniük, és őket alul összegyűjti. Van egy saját felügyelőjük, aki mindenkire figyel lent, és ez alapján, az időterv alapján van egy lenti gyülekező, az alsó, most a Hungaroringről beszélek, de bármely pályán gyakorlatilag így néz ki, ahol külön helyen gyűjtik a betétfutamokat, mondjuk negyed órával a box a nyitás előtt, vagy 20 perccel összeszedik az egész mezőnyt, akkor már overába, sisakba, hát legalábbis menetkészen nem ellenőrzik akkor még, hiszen a pályára kell szabályos szerelésbe menni, de hát nincs értelme még ott kapkodva öltözködni, tehát akkor már a versenyzők beöltözve, a csapatok pedig maguk után húzva az összes szükséges felszerelés gumikat, kis kocsikon követik az autókat, és mondjuk negyed órával a box utca nyitás előtt elfoglalhatja a helyét a box utcában a mezőny, akkor beállnak a boxok elé, a boxokba nem lehet bemenni, az akkor a Forma 1-es vagy a fő sorozatnak van föltartva folyamatosan egész hétvégén, viszont a boxok előtti részen szerelni lehet, és a box utca falat el lehet foglalni természetesen. Guido van der Garde 1.32.596-tal a jelen pillanatban a harmadik, az ő jövője sem biztos a Forma 1-ben. A legnagyobb macera egyébként ez, mint minden más, az Monte Carlo-ban, mert hogy ott konkrétan jó néhány kilométerre vannak a GP3-as meg a GP2-es pedokok elhelyezve különböző garázsokban, a emeletes garázsokban a Forma 1-es box utcához képest. Ott van egy meeting point valóban, és akkor együtt formációban tulajdonképpen hát, karavánban jönnek. Valakinek olyan korakat problémája, mert volt erre példa nálunk is, meg van máshol is. Az igazi nagy macere, mert a csapatok ugye elhagyják a saját bázis helyüket, ami arrébb van. Elindulnak fölfel a box utcában, most ugye közben valami... szükséges motyót, de ha kevés. Valami extra kell, akkor valakinek vissza kell rohanni, nem is mindig van rá idő, vagy nem feltétlen. Úgyhogy ebből azért vannak néha kellemetlen szituációk, de hát azért profi csapatok ezek, hogy minden, a lehetőség szerint mindenre felkészüljenek, úgyhogy általában ezért nem veszít senkit túl sokat. De elférnek, igen, bemenni nem mehetnek, tehát a formányos garázsokba, de a
garázs előtti területet természetesen használhatják, és a pitvorra is felülhetnek. Ott is nézik egyébként az időmérő monitorokat és a közvetítést. Szent Királyi Karesz kérdése, sziasztok, szerintetek Perezzel nem járna jobban a Lotus Maldonado helyett? De. Vinné a pénzt, nyugis a versenyző, és nem szidná a saját csapatát. Én abszolút Perezt választanám, de ez nem jelenti azt, hogy a Lotus ezen nem gondolkodik. De mondjuk a Perez szerintem nem is 10 millió dollárt se visz magával, de mondjuk vigyen 10-et. Maldonado 26-ot mennyit vitt? Annak idején, mert most 50 millió dollárt visz. Hát, ha már 50-et visz, akkor meg 5-ször annyit visz, mint Perez. Szóval, és abban sem vagyok biztos, hogy egyetlen 10-et visz magával Perez. Mindegy, Perez valahol mondjuk 5 és 10 millió közt tud vinni. Plusz azért visz magával, ugyan ő futamot nem nyer, de azt gondolom, hogy nagyobb, sokkal nagyobb megbízhatóságot. És egyébként meg azt gondolom, hogy nem csak rizsa ez a McLaren, meg a Button és Perez részéről, hogy a McLaren ebben az évben sokat fejlődött, hanem ez valóban igaz. Egy nagy csapatnál érlelődve azért ott összeszed az ember magára egy-két olyan dolgot, ami még jól jöhet egyébként egy középcsapatnál. Maldonado még nem tart ezen a szinten. Maldonado abszolút rizikófaktor, annak ellen, hogy megvan a tempója, de nem lehet fegyelmezni. Én elsősorban, ha én döntenék Eric Boullier helyében, és csak kettőjük közt választhatnék, és zárjuk ki akkor most Nico Hülkenberget ilyen szempontból, tehát mindenképp olyan versenyző kellene, aki hoz magával a pénzt, akkor ezért döntenék Perez mellett, mert sokkal inkább megbízható, ráadásul az ő stílusa inkább fekszik a gumikímélő, és jelen pillanatban Lotusra ez jellemző az elmúlt években stílusnak. Maldonadoval nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni. Maldonado egy zabolázatlan Hamilton sok szempontból, de csak a nyers tempója tekintetében, fejben sehol nincs hozzá képest. Perez jövője egyébként saját bevallása szerint sokkal fényesebb, mint akár csak egy héttel ezelőtt is az amerikai nagydíj hétvégén. Most 95%-ot ad arra, hogy marad a Forma 1-ben, és egészen friss hír, hogy Pastor Maldonado állítólag közelít a Sauberhez. Tehát könnyen elképzelhető, igen, hogy nem jön össze ez a Lotus deal, sem a Quantum Motorsporttal, sem pedig Pastor Maldonadoval, és lehet, hogy a Saubernél fog kikötni Maldonado, akár Nico Hülkenberg helyén. Nézd, lehet, hogy nem véletlen, pontosan ebből is következhet, hogy a Sauberes szál azért került előtérbe, mert hogy Eric Boullier is elgondolkozott azon, hogyha már nem tudja Nico Hülkenberget alkalmazni, akkor miután Sergio Perez felszabadult, akkor ők is ugyanezen gondolkodtak el, amit az előbb végigvezettem. Tehát jelen pillanatban az a helyzet, hogy a Sauber, a Force India és a Lotus egyetlen megmaradt üléséért olyan körforgás van, nagyon sok pilóta van rá, és összesen három helyről beszélünk, hiszen a másik Force India ülés úgy tűnik, hogy elkelt, legalábbis az alapján, amit Adrian Sutil nyilatkozott. Adrian Sutil úgy tűnik, hogy marad, igen, erre lehet következtetni, illetve azt gondolom, hogy az az egy ülés az inkább másfél, mert én ebben a Sergei Sirotkin féle szerződtetésben a Sauberhez még mindig nem vagyok 100%-ig. Én se bánnám, hogyha nem jön ez lövőre létre. Ez a bejelentés, ez nem úgy történt meg, ahogy egy Forma 1-es szerződés bejelentése megszokott. Ennek ellenére azt gondolom, hogy akkor Gutierrez ez marad. Igen. Mert hogy Esteban Gutierrez teljesítménye a szezon utolsó harmadában kifejezetten jó volt, pénz ott is van, ugyanattól a vonaltól, aki Perez cehét állja bizonyos mértékig. Szóval nem tudom, tehát egy Gutierrez, meg egy Perez kikerül a Forma 1-ből, akkor nem tudom, kikerül be. Tehát jó, hogy vannak tehetségek, de rengeteget számít, és elmondtuk már annyiszor, jövőre a szabályváltozások miatt tapasztalatra nagyon nagy szükség van. Tehát olyan versenyző, aki még most ismerkedik, nem igazán tud mit hozzátenni a jövőjövő autók fejlesztéséhez, és bizony ez is óriás előny. Ami Pereznél van, az már egy érezhetőbb előny, de még Gutierrez plusz egy éve is óriás előny, úgyhogy látjuk, hogy mennyit számít fejlődésben egy adott év, és hogy most hol tart Gutierrez mondjuk az első 6 futamhoz képest. Jan Magnussenhez vagy Daniel Kwiathoz képest mindenképpen sokkal több tapasztalattal rendelkezik az is, aki akár csak egy szezont lehúzott a Forma 1-ben. Na, Nico Rosberg. Ennyi elég mára, vagy egyelőre. A délelőtt leggyorsabbja, egyelőre a délután leggyorsabbja is. 1.28.873-ban Nico Rosberg az éle, miközben Nico Hülkenberg érkezik. Na, ha már értékelünk, Gergely Tamás, sziasztok! Ha lesz időtök, ráörülnék, ha pár mondatban értékelnétek az összes pilóta éves teljesítményét, ki milyen évet futott szerintünk. Egyelőre lehetetlen, nem most 22 versenyző még menni. Legyen azt, hogy mondunk egy-egy rövid mondatot, jó? És akkor talán egy 10-es skálán értékelünk az összes versenyzőket, nem elvéve a többi kérdés elől, illetve a válaszok elől az időt. Na, menjünk akkor a világbajnoki sorrend
pontverseny állásának alapján. Sebastian Vettel tehát ugye már négyszeres világbajnok, 10-ből 10 kihozta a maximumot a mezőny legjobb autójával, ennyi gond nélkül maga mögé utasított mindenkit. Fernando Alonso most már biztos, hogy második 227 ponttal, mondjuk úgy, hogy 8,5-9 pont. Én már adtam rá 9-et. Antal egy 9-est, Lucadi Montezemolo 8-ával ellentétben, amit a versenyeken nyújtott a szenzációs. A szezon végére én azt gondolom, hogy motivációját vesztette el elsősorban, és ez látott a teljesítményén. Lewis Hamilton 187 ponttal még nem örülhet a harmadik helynek, mert ott elég szoros a verseny. Lewis Hamilton ismerkedett ebben az évben a Mercedes-tel, egy új környezet mindig nagyon nehéz egy Forma 1-es pilótának, még akkor is, ha világbajnok. Én azt mondom, hogy egy 8 pontot. Nálam is 8. 8 pontot lehet adni a teljesítményre. Nálam is 8 azért, mert ennél meggyőzőbben kellett volna bemutatkozzon, és hogy mondjam, ellentmondást nem tűrőbben kellett volna egyértelműen első számúnak lennie, anélkül, hogy ez kérdés legyen, jelen pillanatban abszolút egálnak néznek ki Rosberggel, egyik verseny így, a másikon úgy. Ugyanakkor viszont Rosberg két futamgyőzelmével szemben azért neki is összejött egy pont a Hungaroringen, és ez alapján egy 8-asra értékeltjük a teljesítményét. Kimi Räikkönen 183 pontja van, ő már nem gyűjtögethet ehhez a pontmennyiséghez. Davide Vászeki a szezon végének legnagyobb vesztese, sokat beszéltünk róla. Szóval Kimi Räikkönen, akit Heikki Kovalainen helyettesít. Räikkönennek szerintem alapvetően nem volt egy rossz éve. Hajlamosak vagyunk talán abból kiindulni, hogy nagyon megromlott a viszony a szezon második felére közte és a Lotus között. A pályán nyújtott teljesítményt értékeljük, mert ez igen ebbe a utolsó hónap húzavonájába inkább ne is menjünk bele, meg ez nem is befolyásolja a teljesítményt. Én azért mondok 7 helyett 8-at, mert a Kimi Räikkönen szurkolók azonnal nekem esnek, hogy a meg nem értett zseni. Én meg azért mondok 8 helyett 9-et, mert Hamiltonnak 8-at adta. Jó, ez igen, abszolút. Räikkönen egyébként ebből a Lotusból többnyire kihozta a maximumot. Hát legalábbis kihozta, időmérőn azért nem feltétlenül volt mindig annyira acélos, és a hosszú tengelytávú autóval az új gumikon meg kifejezetten nem érezte meg a dolgot. Tehát szűk volt az a mezsgye, ami meg Kimi Räikkönen, vagy szűkebb volt az a mezsgye, ami meg Kimi Räikkönen jól tudott dolgozni. Viszont komoly futamokat produkált. Azért mondom, hogy adom a 9-et, ha lehetne, akkor mondanám a 8 és felett, de hát ne felezzünk, inkább fölfele kerekítve 9. Jó, és ő is nyert egy futamot, ugye még az idén nyitott Ausztráliában. Ezt az érdemet se vegyük el tőle. Mark Webber 181 ponttal jelen pillanatban az 5. helyen áll. Hát jó esetben 8. Igen, de akkor nagyon jó szívűek vagyunk. Azzal együtt, hogy nekem nagyon fog személy szerint hiányozni, és nagyon tehetséges, egy nagyon korrekt versenyzőnek tartom. Annak ellenére, hogy azért ő is benne volt néhány piszkos dologban, és nem csak elszenvedője volt ennek a bizonyos Multi 21-nek még a szezon elején Malajziában. De hát Sebastian Vettel azért ezen a szinten erőteljesen megverte. Ez abszolút nem is kérdés. Azért mondom, hogy maximum 8, még azon is elgondolkodnék, hogy az eddigiek közül a Webberi gyengébb 8-as, mint Hamilton, inkább azt mondom. És akkor ha én már heten gondolkoztam 7 ponton Räikkönennél, akkor inkább megadom a 8-at Räikkönennek, és akkor Webbernek egy 7-est. Azzal együtt mondom még egyszer, hogy most már bevallhatom, hogy az egyik kedvenc versenyzőm a mezőnyben. Nico Rosberg a 6., 161 ponttal, hát ő már nem nagyon léphet előre, bár éppenséggel még, hogyha úgy alakulnak, akkor egy-két helyet javítnak. Nálam Hamilton a legál. Ez pontosan így van, mind a 8. Azt vártuk talán titkon, hogy Hamilton, ahogy te is említetted, nagyon határozottan meg fog érkezni a Mercedeshez. Ehhez képest azért látszik, hogy Nico Rosberg már Michael Schumacherrel szemben is nagyon-nagyon komolyan tartotta magát, és nagyon jó teljesítmény. Nekem ami tetszett Rosbergnél, hogy Malajziában kicsit ellent, mert mondani Rosbrandnak már olyan szempontból, hogy ugyan betartotta, amit kértek, de a levezetőkörös emlékezetek majd erre a szezonban. Jöttök egyel, egy picit nagyképűnek is tűnhetett, de valóságá vált, illetve teljesen jogos volt. Most, hogyha Malajziát utólag értékelnék olyan szempontból, hogy mondjuk Hamilton simán feltörölte a padlót Rosberggel, és itt Brazíliában beszélgetünk, akkor akár ki is lehetne nevetni azt a rádió beszélgetést, hogy miről beszélt Rosberg, hogy kicsit sokat gondolt. Abszolút nem, és ilyen szempontból teljesen jogos. Nico Rosberg ugye Hamiltonnal szemben két futamot tudott nyerni, méghozzá Monte Carlo-t és Silverstone-t, és hát 161 pontja van, tehát jelen pillanatban 26-tal van lemaradva csapattársa Lewis Hamilton mögött, de egy nagyon kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a Mercedesnél. Romain Grosjean a 7. helyen 132 ponttal, számomra az év nagy előrelépője és fejlődője.
Nálam 9. Hát 9 és fél, igen. Én azt mondom, 9,2. Ugye, hogyha Sebastian Vettel a 10, akkor talán nem is létezik a mezőnyben más 10 pontos, de amit Romain Grosjean fejlődött ebben az évben is, hogy leküzdötte ezeket a démonokat saját magában tavaly után, ez mindenképpen példaértékű. Úgyhogy 9-ben megegyezhetünk Romain Grosjean esetében. Aztán jön Massa, 106 ponttal áll Grosjean mögött a 8. helyen. Hát ez nehéz eset. Várjál, Webbernek 7-est adtunk? Én 8-at adtam 8-at. Webbernek, de akkor adok 7-est, legyen 7,5 Webber, és Massa valahol Ugyan. Webber környékén legyen, de inkább 7-et adok Massának, mert nem, egyszer nem volt olyan acélos, de Webbernek voltak néha azért futamai, Massának igazán nem voltak nagyon nagy futamai, időmérőn, főleg az évad második felében nagyon jól teljesített Alonsohoz képest, kérdés, hogy Alonsohot mennyit vesztett, ugye azért mondtam le egy pontot Alonsohtól, Massa jó esetben 7, egyszerűen semmi olyat nem láttunk Massában, amit ne lehetett volna a rutinjából megoldani, ugyanakkor nem voltak igazából kivillanó, kiugró teljesítményei versenyen. Későn lép a gázra Paul Di Resta, ebben a hosszú nyújtott kanyarban egészen a legvégén tud csak igazán gázt adni. Adrian Sutil nem kapodja el, 281 km/h sebesség, így gyorsult Paul Di Resta a Force Indiával. Szóval Felipe Massát egyébként idén egyszer láthattuk a dobogón, harmadik lett még a spanyol nagydíjon a szezon első felében. Róla egy mondat, azért az, amin ő keresztül ment a balesete után, illetve a 2008-as szezon után, ami lelkileg egy nagyon-nagyon komoly törés vagy mélypont lehetett az ő pályafutásában, az mindenképpen példaértékű. Hozzáteszem, Massa eddig legjobb éve volt a balesete óta szinte, tehát az elmúlt években ezt a pontszámot se ért el nálam. Inkább innen nézzük a dolgot. És kíváncsi leszek, hogy a Williamsnél tapasztalt pilótaként egy új környezetben mire lesz képes. Én személy szerint nagyon várom már a 2014-es szezon csak emiatt is. 8. helyen Jenson Button 61 ponttal. Hát nehéz értékelni Button teljesítményét, mert bűnrossz az a McLaren, amelyet építettek 2013-ra. Voltak felvillanásai talán a szezon második felében, már meg-meg villant Jenson Button, de azért egy volt világbajnok nyilván egy ennyire gyatra autóban nem igazán tudja megmutatni, hogy mire képes. És itt megérkezünk ahhoz a problematikához, hogy mennyire lehet külön értékelni egy versenyző teljesítményét az nagyon autójától. Nehéz. Úgyhogy én Jenson Buttonnak csak azért adok egy 7-est, mert ezzel az autóval nagyon sokat küzdött, és azért most már hosszú ideje pontokat tudott szerezni, ugye? Én Buttonnak megadom a 8-est. 8-at? Egyesült államban nem sikerült neki, de egyébként... Ebben az autóval sokkal többet nem lehetett volna. Volt egy-két futam, ahol miközben Grosjean nézi meg a kerékvető szélét, szóval volt egy-két futam, ahol talán rá lehet csütni, hogy alul marad, de hát ne felejtsük, hogy sosem volt időmérő menő, tehát hogyha Perez azért verte időmérőn többször az elmúlt időszakban, főleg azért az megvolt a Hamiltonos időszakban is. Futamon nagyon ritkán látunk nagy hibát Buttontól. Futamon általában hozta azt, amit lehet tőle várni. És ez ráadásul az egyik legkomolyabb ütőkártyája Buttonnak pont a versenyzési képessége, és ezeket valóban láthatjuk nagyon sokszor. Ugye Németországtól egészen Japánig folyamatosan pontokat szerzett az 3-6-7 versenyen keresztül, aztán 2 kimaradt, és az Egyesült Államokban most egy hete megint szerzett egy pontot, és a legjobb eredmény egy 5. hely volt még Kínában, azért ugye 10 pont járt Jenson Buttonnak, legalábbis ami a ponttáblázatot illeti. Paul Di Resta a 9. helyen 48 ponttal, legjobb eredmény egy 4. hely, 12 pontot szerzett Bahrainben a skót pilóta. Nekem szerintem ez nem volt egy erős éve. Maximum 7 pont. Maximum. Én 6-ot mondtam volna. Maximum 7, azért mondom, hogy a Massa, az viszonyítom, Di Restától többet vártam ebben az évben, ugye nem első éve már a Force Indiánál
Ráadásul, hogy mondjam, Adrian Sutil személyében egy olyan versenyző ült mellé, aki kihagyott egy évet. Jó, hogy Sutil ismerte a csapatot, ennek ellenére azt gondolom, hogyha valaki világbajnoki babérokra tör, és fiatal versenyző, és még bőven van előtte, és a Forma 1-ben szeretné megvetni a lábát, nagyobb csapatoknál ráadásul, annak ennél kimagaslóban kell teljesíteni. Még akkor is, hogy a Force India csapaton belül a gumiváltás se jött jól évközben, meg sok egyéb volt, de nagyon jól, nagyon erősen kezdték az évet, és abból nem igazán tudott előnyt kovácsolni, és ráadásul Sutil volt az, aki egy az egyben ugyanazon a szinten kezdett, és egész évben ezt láttuk, hogy egymás mellett voltak fejfej mellett, már pedig Sutil azt gondolom, hogy bármennyire jó iparos nem számít ma már se, senkinek nem dobhatnád be ugye nevét, hogy na akkor Sutilt beültetjük a Red Bullba, mert kapunk rá az alkalmon, és ennek megfelelően Direzta is kicsit elkezdte magát lefele árazni, úgyhogy azt gondolom, hogy maximum 7 pont. Hol Direzta tehát? Ricardo Kerr első szárny állítás. Túlságosan túlkormányzott az autója. Nem elégedett tehát a kocsival Daniel Ricardo. A tizedik helyen Nico Hülkenberger. Overstay pontot, nem? Igen, túlkormányzottságra panaszkodott, igen, úgy hallottam. Nico Hülkenberger a tizedik 47 ponttal, ugye egyetlen pontra lemaradva Paul Di Restától. Nico Hülkenberger az, aki az egyik legnagyobb tehetsége a Forma 1-nek, ugye ezt már rengetegszer elmondtuk, más kérdés, hogy ezzel az autóval nem igazán tudja megmutatni, illetve mégis, hiszen azért az Auberrel még egy negyedik helyet is össze tudott szedni Koreában, amiért ugye 12 pontot kapott. Én Hülkenberger teljesítményét egy erős 8-asra, mondjuk azt, hogy 8,5-re értékelni. Én Hülkenberger megadom a 10-est, bármennyire fura. Én megadom a 10-est. Most elgondolkodtam, hogy mennyire, de igazából most fél pontokon azért ne pingpongozzunk, már ha fölfele értékeltem a fél pontot már valakinél, akkor azt gondolom, hogy Hülkenberger azért adom meg a 10-est, mert az évelei szenvedésében leginkább az Zauber hibák, illetve az autó vezethetetlensége volt benne, de még ott is jó néhányszor emlékez, Malajziába bejutott a Q3-ba, jól élmik. Tehát voltak kimagasott teljesítményei, még olyan rádióbeszélgetésre is emlékszem, miközben itt is keményen zajlik a beszélgetés Stefano Domenicali és Fernando Alonso között, amikor ugye azt kérték tőle, hogy milyen tempót menjen ahhoz, hogy egyre esélye legyen, és akkor válaszolta vissza, hogy egyszerűen ennél több nem megy, ez a maximum, és ilyet utoljára Fernando Alonso-tól hallottunk. Tehát mindent kihozott az autóból, és ahogy az autó javult, ahogy a gumi váltással, meg az Zauber fejlesztésével hirtelen elkezdett működni picit jobban az Zauber, azonnal hozta azt a teljesítményt, amire viszont már az egész világ felkapta a figyelmét. És tegyük hozzá azt, hogy ezekben a fejlesztésekben és ebben a fejlődésben Nico Hülkenbergnek is óriási szerepe volt, vagy szóval lehetett. Én azért adnék egy optimista 10-et. Ez nem a Fetteles 10-es, de én azt gondolom, hogy a Grosjean 9-ek, a Hülkenberg nálam. Grosjeannál ugyanis egész évben ott volt a jó autó, és év elején talán lehetett volna a célosabb. Hülkenbergnek viszont nem. Én az evel indoklom azt, hogy Grosjean 9 és Hülkenberg kapja meg a 10-est karácsonyra, mondjuk. Meg kapjon egy jó ülést végre. Sergio Perez 11. a McLarennel, ugye 41 pontot gyűjtött eddig, legjobb eredménye egy 5. hely méghozzá Indiából. Az ő helyzete is nagyon nehéz, mert egy fiatal versenyzőnek bekerülni egy világbajnok mellé, egy élcsapathoz, bármennyire is rosszul sikerült a McLarennek ugye ez a szezonja, azért mégiscsak egy patinás, nagymúltú csapathoz bekerülni, az mindig nehéz. És szerintem Sergio Perez egyáltalán nem vallott szégyen Jenson Buttonnal szemben. Nem, a legrosszabbkor került a McLarenhez, és ilyen szempontból óriás hátrányai voltak, több is. Ugye egyik az Button csapatismeret, a másik Button rutinja, a harmadik ilyen helyzetben egy nagy csapatnál mindig van nyomás. Van. Ezt egy fiatal versenyző, még akkor sem már 2 évet ment az Auberrel, akkor is érzi. És ilyen helyzetben kerülni egy pocsék autóba, sokkal inkább visszaveti a rutintalan teljesítményét, mint a rutinosét. Mert hogy Button azért ilyen helyzetben, ilyen cipőben már járt. Úgyhogy ilyen szempontból nálam nem kapott ki olyan sokkal Jenson Buttontól. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ponttal kevesebbet. Ha Button 8-at kapott, akkor Perez 7. Igen, én meg pont amiatt, amit az imént elmondtunk, én neki is megadnám a 8-at, bár egy egészen más 8-ast, mint a csapatásnál. Elfogadom a logikát, mint a csapatásnál. Én azért adtam egyen kevesebbet, hogy mégis 20 pont különbség van köztük, ez akár még csökkent ezen a hétvégén is, az elmúlt időszakban azért összeszedte magát Perez, de mondom tény, hogy azért ez nem tűnik, szóval hogy mondjam, könnyebbnek tűnik, mint amilyen. Nagyon-nagyon-nagyon rossz volt az idei McLaren, nem véletlen hoztad szóba ezt a több mint 30 évvel ezelőtti fiaskót, tehát nagyon ritkán húztak ennyire mellé, vagy ennyire félre a tervezőasztalon, vagy a számítógépeken. És ráadásul, így van, ráadásul ugye Perezt meg elég hirtelen elküldték a csapattól, ezáltal nagyon nehéz helyzetbe hozva, szóval
együtt lehet vele érezni. Akkor nálad 7, nálam 8 Perez. Adrián Sutil a 12. helyen áll 29 ponttal. Hát Direstánál, érdekes módon, hogy Direstának ugye több pontja van, 48, Sutilnak meg 29, de én simán megadom ugyanazt a pontszámot Adrián Sutilnak, amit Direstának, az egy 7-es volt, hetes jól emlékszem, 7-es. Én talán még Sutilnak találnék egyet többet is. Igen, még egy kihagyás, meg minden egyéb. Jó, hogy Direstának több pontja van, tegyük hozzá, de összességében az összkép, ami kialakult bennem, és tudom, hogy ezzel lehet vitatkozni, és azért mondom, hogy most megint csak fejből mondunk valamit, év végén úgyis írok majd én is egy elemzést, és akkor minden egyéb különbséget versenyről versenyre figyelembe fogok venni. Érzés alapján Sutil egyáltalán teljesített rosszabban, mint Diresta, és pont az elvárások miatt talán Sutil az, aki nálam kedvezményezett, tehát ha most vívás lenne, akkor nála lenne lenne egy kitűzője mondjuk, de maradjon 7 Sutil, ha már Diresta is annyit kapott. Daniel Ricciardo 19 pontot gyűjtögetett eddig, volt 2 hetedik helye, azt mondja Kínában és Belgiumban. Szerintem bizonyította azt, hogy megérett a Red Bullra. Talán sokan számítottak arra, hogy nem őt igazolja a Red Bull, de miért működtetnék ezt a dollármillióba kerülő gladiátoriskolát, amit ő is kijárt, vagy kijárni készül. Daniel Ricciardónak a teljesítménye nálam egy erős 8-as. Ugyanezt akartam mondani, ez az erős 8-as, 9-es soknak érezném, mert hogy nem voltak olyan megvillanásai. Toro Rossónak azért volt olyan korszak, amikor lehetett volna, összesen 5-ször volt pontszerző, Wern 2-szer, volt zseniális időmérője, ne felejtsük el, de azt gondolom, hogy a Red Bull üléssel, minden egyébben együtt, a figyelembe veszett Hülkenberget, Grosjeant, akkor jó, hogy a Toro Rosso mostanában vergődik, de amikor viszont a Toro Rossónál volt néhány futam, amikor náluk volt a labda, akkor pedig valahogy nem jött mégse annyira össze. Jó volt, de nem volt annyira zseniális, vagy annyira kimagasló, úgyhogy én is inkább az erős 8-as. És akkor hozzá képest Jean-Éric Vergne kapjon egy 7-est, de neki 13 pontot sikerült eddig gyűjtögetnie. Neki Monaco környékén volt egy komoly szériája, akkor úgy tűnt, hogy visszajön a versenybe, aztán végre elvesztette a labdát. Monacóban 4, aztán rákövetkező futamon Kanadában 8 pontot szerzett, és valóban ott nagyon jó szériája volt, aztán azonban Daniel Ricciardo magához ragadta újra a kezdeményezést, és hát valamikor szerintem ebben az időszakban dőlhetett el a Red Bullnál, hogy ő lesz Mark Webber utódja. Jean-Éric Vergne után Esteban Gutierrez következik, aki mind a 6 pontját egyetlen futamon szedte össze, méghozzá Japánban. Felipe Massa figyel és fényképezik. Esteban Gutierrez a szezon második felében, ugye többször beszéltünk róla, nagyon nagy fejlődést mutatott, úgyhogy a képen látható Nico Hülkenberg csapattársának én megadnám a 8 pontot. Én egy erős 7-esre gondoltam, erős 7, 8 alá. És ez egy folyamatos fejlődés, tehát fölfele ível. Igen, Hülkenberg mellett nyilván senkinek nincs könnyű dolga, mert hogy egy nagyon gyors pilótáról van szó, és Gutierrez azért a szezon második felében megvillantotta oroszlán körmeit. Ugye erről is beszéltünk már a szezon folyamán, hogy idő kell ahhoz, hogy egy fiatal pilóta otthonosabban mozogjon, egy kicsit legalább a Forma 1-ben, és megszokja ennek az egésznek a ritmusát, és ebben mutatott nagy előrelépést Esteban Gutierrez, főleg az idei második felében. Valtteri Bottas, róla tulajdonképpen ugyanez elmondható, méghozzá a legutóbbi amerikai nagydíj hétvége után megszerezte első pontjait, nem is akárhányat, összesen 4-et a finn újonc. Szépen csendben tanulgatott azzal a Williams-el, amely hát szintén nem a csapat történetének legerősebb autója, finoman szólva. Ráadásul azért valahogy szerintem Pastor Maldonado botrányai rányomták a bélyegét a Williams-es hangulatra, és így sem volt feltétlenül egyszerű dolga egy újoncnak Maldonado mellett a Williamsnél. Én neki adok egy 8-at nyugodt szívvel Pastor Maldonado. Igen, bocsánat, Bottasnak, igen. Én ugyanott, mint Gutierrez, ez erős 7. Ugyanaz más felépítésben, vagy más... igazából neki a kiugró montreali időmérő az egy komoly teljesítmény volt, de a Williamson nagyon nehéz volt megmutatni, ez igaz egyébként az Auber és Gutierrez esetében. Az újonc faktort számolt viszont vele. Viszont igen, és mind a ketten újoncok, és onnantól kezdve, hogy picit jobban belejöttek, belerázottak, és jobb lett az autó mind a kettejük alatt, onnantól látszott, mint hogy egy picit felszabadultabban és könnyedébben tudnák hozni azt, amit egyébként vártuk tőlük, úgyhogy, de nagyon nehéz egyébként egy rossz autóban levő újonc versenyzőt
borzasztó nehéz értékelni, vagy pontosan értékelni. Mint ahogyan nehéz értékelni egy egykori futamgyőztes, egy egyszeres futamgyőztes, Pásztor Maldonadót is, mert ugye a pontversenyben ő az utolsó, aki még világbajnoki pontot tudott szerezni. Ugye egyetlen egyet, méghozzá Hockenheimben? Nem, bocsánat, Magyarországon, így van, a Hungaroringen. Szóval Pásztor Maldonado, nem voltak szimpatikusak ezek a megnyilvánulások már a szezon második felében. Az adatmérnököket látjuk egy pillanatra, ritkán kerülnek képre, őket hívják data engineer-nek, és elemzik az összes adatot, amit kapnak. Az összes bejövő adatot elemzik a háttérben. Ugye több mint 200, talán 250 szenzor van ezeken az autókon, különböző paramétereket azonnal real-time-ban lehet fogadni a telemetria segítségével, kibontani és elemezni ezeket. Szóval a Pásztor Maldonadónak én kövezzenek meg, én egy 5-öst adok erre. Á, ugyanezt akartam mondani. Én ilyen 5-6 közt vaciláltam. Így egy nem újonc Forma 1-es pilóta egész egyszerűen nem viselkedhet sok esetben, és nem a pályán nyújtott teljesítményt nézem. Apját fenyegető leveleket Venezuelában adok 6-ot. És akkor... miközben próbáljuk csak a pályán nyújtott teljesítményt figyelni. Nekem csalódás volt, főleg a tavalyi év. Megmondom miért. A tavalyi, ha már figyelem, tehát mindenkinél a fejlődéshez képes pontoztunk, ne abszolút tudásra, ezt is vegyük figyelembe. És Maldonadónak tavaly a futamgyőzelem után, a tavalyi évet követően, ahol pont a... Még egy mért kört csinálhatunk, mondja Pereznek Mark Temple, de nehogy a hátsókat leírjuk. Ez egy... Szokásosan lesz semmi fog meg jó, hogy fából vaskarik a feladat Sergio Pereznek, de hát pontosan tudja ő is, hogy mit vár tőle a mérnök, egy 95%-os kört, hogy a hátsó gumik még ne lejjék a lelküket. Szóval visszatérve Maldonadóra, a tavalyi teljesítményhez képest én azt látom, hogy picit felnő, lehiggad, konstansabban tudja hozni ezt a teljesítményt, még akkor is, ha rossz ez az autó. És a hátán viszi a csapatot. Így van, és ehhez képest azt láttuk, hogy hisztizik, szenved, semmit nem mutat igazából abból, amit igazán erőssége volt Bottas-szel, ugyanott egymással jójóztak a kieső helyeken folyamatosan a Q1-ben. És arról nem beszélve, amikor először lehetősége volt igazán, és működött az autó Abu Dhabiban, akkor pedig ugyanúgy vezetett, mint az elefánt a porcelánból. Aki körülötte volt, azt eltalálta, nem véletlen volt ellene most megkirohanás az utolsó két futamon, hogy Sutil, amit nyilatkozott, hogy Maldonado körül egész máshogy kell helyet hajtni, meg nem normális mondta Sutil, és van benne igazság. Szóval azt gondolom, hogy Maldonado, mintha megrekedt volna egy adott szinten. Van egy-két jó futama, de alapvetően semmi előremutatót nem képes. Kicsit olyan, mint Vittoria Brambilla volt annak idején, a Monza Gorilla volt ugye a Bece neve. Hát egy-egy zseniális futam, ő volt az, aki a győzelmét követően az Österreichringen képes volt a leintés után összetörni az autót. Az utolsó kanyarban képtelen vagyok a kerekek blokkolását megelőzni. Egyébként ezt leszámítva egy picit javult az autó, mondja Nico Hülkenberg. Meg a versenymérnöke, ha jól hallottam, akkor rátukmálta ezt a véleményt, mintha ő is visszaszólt volna neki, hogy ez nem ő volt, az Hülkenberg. Szerintem mindenkétszer Hülkenberg beszélt. Csak egyszer nagyon tisztán lehetett. Hagyott egy kis szünetet, hogy nyert egyet. Igen, szóval Pásztor Maldonadótól azt hiszem, hogy senki nem ezt várta. Ő egyébként egy igazi latinos temperamentumú, borzasztó sok érzelemmel rendelkező versenyző, és ezekkel az érzelmektől nagyon nem tudja magát függetleníteni. Nehéz szituációban volt, és van a mai napig, ugye azért ez a venezuelai pénzváltási botrány, ez még mindig gyűrűzik körülötte, és nyilván ezt nem tudta figyelmen kívül hagyni, illetve az autó meg a garázson kívül hagyni, és ez is ami nekem nem szimpatikus, befolyásolta a teljesítményét. Maldonadóban az, hogy mindig mindenki hibás, csak ő nem. Bármi történik, előről, hátulról, bolyban, mindenki tehet róla, most már ugye a csapatot is lehordta, de ő biztos nem. Giancarlo Fisichella volt egyébként ilyen, akit én nagyon kedveltem. Fisichella érzékenyebb volt. Tehát, hogy mondjam, a Fisichella, igen, Fisichellában is volt egy ilyen vonal, de ő ezt egy kicsit ilyen meg nem értett művész szinten adta elő. Maldonado meg egy igazi, hát nem tudom. Tehát... Van benne némi agresszivitás, nem? Sok megnyilvánulása van a csapat felé, nem azt vártam. Az őserdő közelségét érezni a temperamentumában mindenképp. Nem azt kaptam, amire számítottam, én sokkal többet adtam a csapatnak, mint ők nekem, szóval azért itt voltak komoly kirohanások, amik ezen a szinten
nem mondom, hogy megbocsáthatatlanok, és egyébként meg érdekesebbé teszik az egész Forma 1-et, de nagyon nem férnek bele. Ha már ezt a belső képet látjuk, mielőtt tovább megyünk Jules Bianchira, kíváncsi vagyok, hogy Kimi Räikkönen szólt a Heikki Kovalainennek, hogy ennek az egyenesnek a végén ellenőrizzel a menekülő utat, hogy nyitva van-e az aranykapu. A lakatokat. Hát, hogy ez az ominózus kanyar, aminek a végén Kimi Räikkönen gyönyörűen átengedte egyenesen, csak itt a visszavezető út zárva volt. Az zseniális volt. És hát miután ugyanilyen esős körülmények vannak, szerintem megérne egy misét megnézni. Lehet, hogy szólhatnánk Szabó Bicok Szirádnak, és... Bobák Robi rángassa meg a lakatot, hogy nézze meg, hogy... Gyalogoljanak már ugyanra, és jó pénzért adják az infót tovább a többieknek. Bár simán lehet, hogy a pálya bejáráson csütörtökön a Lotus mérnökei első dolguk volt, hogy megnézzék. Na és akkor következzenek azok, akik nem szereztek pontot. Jules Bianchi nagyon jól kezdte a szezont. Olyan, mint egy falnak hajtanánk, falnak szaladnánk, tapadás, idő, köridő minden szempontjából, egyszer nem tudok többet kihozni belőle, nem túl biztató, mondja Nico Hülkenberg. Szóval Jules Bianchi volt az, ugye, aki nagyon jól kezdte az idényt, és emlékszem, hogy a szezon elején még az év újoncának is átmenetileg legalábbis mindenképpen megválasztottuk, mert hogy nagyon jól teljesített, ugye 15. volt, 13. a második futamon Malajziában, aztán megint 15. folyamatosan pontokat szerzett, egy-egy kivétellel, de aztán beleszürkült még az újoncok mezőnyébe is. Még azt sem feltétlen mondanám, hogy beleszürkült, inkább Max Chilton talált magára, és emiatt nem lett olyan különbség. Szóval nagyon, például Bianchit talán szerintem a legnehezebb Bianchit értékelni. Igen. Mert én egy nagyon erősen egy 8-ast kezdett. Adnék neki. 8-ast én is megadom neki, méghozzá azt is elmondom miért. Mert hogy nagyon erősen kezdett, ugye ez egy nagyon-nagyon feltűnő, akkor azt gondolom, hogy ha akkor kellett volna pontozni, akkor minimum 9 lett volna. Feltűnően jól ment tényleg, tehát még a középmezőny végéhez képest is a verseny teljesítménye parádés volt. És ahogy elkezdett fejlődni a két öröm, és picit jobban a Marussiával szemben átvették hozzájuk került a staféta, és Max Chilton is elkezdte megérezni, hogy miről szól a Forma 1. Ez picit úgy nézett ki, mintha visszaesne meg Jules Bianchi teljesítménye, holott csak a többiek jöttek föl, a Marussia vesztett teret a két önemhez képest, és Max Chilton pedig behozott a lemaradásából jó néhány tizedet. És innen nézve, mintha beleszürkült volna, ugyanakkor azt gondolom, hogy megnézve a versenyteljesítményt, voltak piszok jó versenyei utána is, csak már nem voltak annyira kiemelkedőek, pontosan a körülötte levők miatt. De a konstans teljesítmény miatt, vagy az egész évre való tekintettel a 8-as simán megérdemli Jules Bianchi. És Jules Bianchi jelenleg a 13., mint ahogyan annak a 13. helynek köszönheti azt az egész csapat, a Marussia, hogy jelen a 10. helyen, tehát még fizetős helyen áll a konstruktőri pontversenyben, és nagyon kell figyelniük a két örhemre, hogy ezt megtartsák, mert tavaly pont itt a szezonzáron veszítették el Vitali Petrov előzésének, és pozíció javításának köszönhetően a Marussiát. A két erhem jött föl végül a 10. helyre. A Marussia most nyilván arra hajt, hogy megtartsák ezt a pozíciót. Úgyhogy Jules Bianchinál egyezünk egy 8-asban. A következő versenyző, akit értékelnünk kell, a Sharpik, a fiatal francia, a Caterhamnél. Az ő jövője sem biztos egyébként, egyáltalán nem írtak még alá semmilyen szerződést, ahogy Sharpik elmondta. Megint csak nagyon nehéz értékelni az ő teljesítményét, nézzük meg, ugye a legjobb helyezés azért 14. volt, szintén Malajziában, tehát amikor Bianchi 13. lett. Koreában is. És ott a Koreában még sikerült megérkeznie szintén a 14. pozícióba. Hát Van der Gaardét az egyébként nagyon tapasztalt, de mégiscsak újonc hollandot maga mögé tudta utasítani, azért az kettőjük hát összeletése is számít. Az év első felében tegyük hozzá, mert azóta Van der Gaard nálam átvette a vezérbika szerepét a két öremnél, egyre jobban szerepel. Én Piknek egy 7-est adnék. Hát maximum, én azt gondolom, én inkább egy 6-ost adtam volna. Pik nálam azért csalódás, megint csak ugyanaz az elv, mint Maldonadónál vagy a többieknél. Egyszerűen tavaly már egy évet eltöltött a Forma 1-ben, és ezt figyelembe véve picit többet vártam volna tőle, nem igazán volt annyira, tehát azt mondjam, ugyanazon a szinten volt, mint Van der Gaard, és hogyha ezért Poldi Restát lepontoztam, akkor ugyanúgy Piknek is azt kell mondjam, hogy inkább adok egy 6-ost.
csak azért, hogy legyen egy hatos is a mezőnyben, mert nem hoznám szó, hogy Pik egy gyenge hetest kapsz, szóval Pik nálam akkor inkább hat. És akkor Van der Gaarde hetes? És a Van der Gaarde megkapja a hetest. A szezon második felében nyújtott. És hát újonc, tehát tegyük hozzá, hogy neki azért itt tanulni kellett. Faktor, az fontos. Tanulni kellett mindent, Kerszet, DRS-t, az összes olyan dolgot, amiben Pik azért már megismerkedett, szóval még akkor is, hogyha Kersz például tavaly nem volt a Marussiában, szóval na, mindent figyelmében Van der Gaarde teljesen minden, és főleg azért, mert az év második felében tudott javítani, vagy ott jött föl, ahol pontosan amiatt, mert például Piknek már ott már minden másfél szezonon volt túl, pontosan tőle vártam volna azt, hogy na, egy picit azért átvegye a kezdeményezést, de nem tudta. És akkor Max Chilton, az, aki hát egy komoly rekordot tudhat magáénak, újonc évében eddig az összes, tehát mind a 18 futamon célba ért és meglátta a kockázászlót, ez is nagy teljesítmény, miközben pont őt látjuk a képen. Max Chilton is nak is kellett idő ahhoz, hogy megszokja a Forma 1-et, viszont a szezon második felében már egészen jó teljesítményt nyújtott. Én adok neki egy 8-ast. Én a soknak tartom, én az elején nekem nagyon nagy csalódás volt Max Chilton, hogyha a szezon kétharmadánál pontozunk, akkor maximum 5. Most azért adok neki 7-et, ami talán kicsit erősnek tűnhet, mert ezt a sorozatot azért nem olyan egyszerű megcsinálni. Tehát az, hogy az összes futamon újoncként hiba nélkül, hogy be tudja fejezni, tehát hogy ne törjön össze a saját hibában, ne kerüljön balesetbe, ezeket mind el tudja kerülni. Oké, hogy a végéről rajtott legtöbbször. Ennek ellenére egy tapasztalatlan pilótánál simán benne van egy saját hibás kiesés, látok a két öremeket Melbourne-ben is pörögni, forogni. Pik ezeken a futamokon is mind végigment. Úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez is egy olyan erősség, ami ha nem is olyan, mint a nyers tempó, vagy a kimagasló edzés eredmények, vagy a hibátlan versenyzés adott körülmények között egy négyes bolyban. Ennek ellenére végigvinni az autót azért az egy fontos dolog minden csapatnál, és Max Chilton ilyen szempontból azért nem teljesített rosszul, sőt, hát egy új rekordot állított fel ilyen szempontból. És anélkül, hogy megsérteném az összes többi újoncot, mert hogy egyébként Valtteri Bottas is kifejezetten jól teljesített. Túl korai lenne még. Azt mondta, túl early? Igen. Azt mondta, hogy szót nem értettem, azt addig nekem is valami, mint hogyha az early. Igen, megkérdeztek, picit őrölt formában. Föltegyük-e az intereket, az intermédiát? Nem, hát 1.30-ak. Ugye, amikor azt mondta, hogy falnak, mint a falnak mentünk volna, mondta Nico Hülkenberg, csak nem akartam megszakítani most már itt a pilóták kivesézését, akkor 1.30-31-eket autózott Hülkenberg. Az volt a fal, tehát itt nagyon-nagyon messze van. Az intermédiátes idők 1.24 volt Nico Rosberg ideje, 25-öket, 26-okat ment a mezőny délelőtt, amikor intermediátekkel mentek. Még álmodni se lehet arról, nem, hogy ilyen 3-4 másodpercre vagyunk. A próbálkozástól is legalább 2-3-ra vagyunk. Szóval én azt gondolom, hogy ugye van szerencsém személyesen ismerni ezeknek a pilótáknak a többségét. Max Chilton az egyik legintelligensebb versenyző. Az újoncok, de talán még azt mondom, hogy az egész mezőnyben lehet hallani, lehet érzékelni minden megnyilvánulásán, hogy nagyon ott van, nagyon koncentrál, és megvan az agya a versenyzéshez. Jól mutatja ezt az a rekord, amiről te is beszéltél az imént, hogy azért az sem semmi teljesítmény, hogy eddig az összes futamot azt hozzáteszem, fejezni. És nem Max Chiltont akarom bántani vele. Amit eddig mutatott az alapján, és ezt a GP2-es, meg a korábbi karrierje szempontjából is mondom, szóval egy jó Adrien Sutil szintű karrier talán be tudna futni, soha nem lenne belőle világbajnok, még talán dobogót se szerezne, még ha a legjobb autóba ülne is, talán egy Red Bull-ban még igen, de az sem teljesen biztos ebben a mezőnyben. Szóval egy jó közepes iparos lehetne belőle, korrekt versenyzés, ahogy mondod, talán a legnagyobb erőssége az intelligencia, az, hogy nagyon jól tud fejjel versenyezni, de tempó tekintetében százszor inkább egy Jules Bianchit választana bármelyik csapat. Tehát egy kiváló televíziós szakértő vagy szakkommentátor lehet. Köszönjük. Majd idővel belőle. És akkor a hivatalos eredmény listán év végén majd ott találjuk Heikki Kovalainen nevét is, de hát ugye az ő teljesítménye ezen a skálán azért értékelhetetlen, mert mindössze eddig egyetlen futamot láttunk tőle, úgyhogy az ő értékelésétől most eltekintünk. Hát ez jó hosszú volt.
Hát azt akartam, azért mondtam, amikor föltetted a kérdést, hogy ez most így nem lesz egyszerű. Na de hát az utolsó 20 ilyen. 20 percet biztos beszéltünk legalább erről. Az utolsó ilyen alkalom ebben az évben, adjuk meg a módját. Nagy Krisztián kérdése, minden verseny hétvége után cserélnek az autóban kenőanyagokat? Persze. Igen. Természetesen mindent azonnal. Majernik Zoltán, miért fekszik valakinek jobban a vizes pálya? Mennyire számít a rutin ebben az esetben? Esetleg valaki gyorsabban ráérez az új ívekre, gyorsabban alkalmazkodik ahhoz, hogy más ütemben, más íveken kell a köröket teljesítenie? Szimulátoron lehet vizes pályát szimulálni? Lehet, de a szimulátoron a vizes pálya a legmesszebb az áll egyébként a valóságtól szimulátoron. Pont azok a finomságok, azok, amik nem jönnek elő szimulátoron, amit élőben egy vizes pályán érez a versenyző, a illetve amit nem érez. Tehát, hogy könnyül fel egy autó, hogy válik, hogy tűnik el a tapadás egy pillanat alatt, és hogy jön vissza egy pillanat alatt, hogy lehet megmenteni egy egyébként már fejben szinte karambolla végződő csúszást. Ezekhez mind tapasztalat kell, de kell egy alapvető érzék, akinek van hozzá érzéke ez a nedves pályán való vezetéshez, mint például Valtteri Bottasnak van. Most csak egy példát hozok a mezőnyből, akkor nagyon hamar megérez még olyan pályán is ilyen körülményeket, ahol nem járt. Tehát alapvetően kell egy bizonyos fajta rutin, de mégis ezek azok a körülmények, ahol aki szereti ezeket a körülményeket, sokkal hamarabb be tudja hozni a rutin hiányát, mint egy száraz pályán. Ugyanakkor, hogy mitől jó valaki vizes pályán és mitől nem szárazon, én magam is mentem olyan versenyzők ellen. Általában egyébként, aki jó versenyző, az általában vizen is jó versenyző. Nagyon-nagyon ritkán vannak olyan egetverő különbségek valakinél, hogy egy átlagos szárazpályás menő, és vizen pedig kimagasló lesz hirtelen. Én is láttam olyat, aki sima középmezőny volt, és ahogy leesett az eső, teljesen biztos volt, hogy az első háromban lesz időmérőn bárhol, és megmagyarázhatatlan, hogy miért nem tudja azt átvinni szárazpályán. Fernando Alonso közben, ha jól látom, akkor feltetette az intermediate-et, az átmeneti esőgumikat. Ezek már zöld jelzésű Pirellik, Sebastian Vettel pedig tovább csak készülődik. Talán egy picit még befejezve ezt a gondolatmenetet, mert azért van róla véleményem, hogy miért igen, miért nem. Tehát talán a reaktív versenyzők, tehát akik nagyon ösztönből vezetnek és érzik a vizes pályát, azok ezek közt a körülmények között, mert hogy állandóan változnak a körülmények, sokkal inkább ráéreznek a folyamatos változásra, és a határhelyzetbe egyensúlyozva sokkal többször tudják menteni az autót nagy időveszteség nélkül. Míg ugyanezt már nem tudják száraz pályán hozni, vagy túlságosan is túlerőltetik az autót adott helyzetben, és ezért vesztenek időt száraz pályán egy kalkuláltabban vezetőhöz képest. De ezek is nem feltétlen mindig igazak, de azt gondolom, hogy ez lehet az egyik fő alapja annak, amikor valaki a száraz pályás teljesítményhez képest túl teljesít, vagy sokkal jobban teljesít esőben. Fernando Alonso igyekszik most jól teljesíteni. Vizes pályán Interlagosban, csúszkát adta a Ferrari. Folyamatosan korrigálnia kellett a spanyolnak. Ezekkel a korrigálásokon egyébként nem kell gondolkodni. Tehát amikor azt mondom, hogy valaki reaktív versenyző, valaki meg kalkulált, vagy kalkuláló versenyző, nem azt jelenti, hogy Sebastian Vettel elkezd fejben számolni, hogy akkor itt 1,2 fokot kell fordítanom a kormányon ennél a megúszásnál. Mindenki ugyanúgy reflexből ellen kormányoz. Csak van, aki jobban előkészíti, van, aki jobban előre, mintha megérezné a körülményeket, és észre kerül bele abban a helyzetben, sokkal felkészültebben reagál, míg egy reaktív pilóta bedobják, és aztán ami történik, arra reagál, és kevésbé tudja előre fejbe lejátszani, vagy kevésbé tud előre úgy gondolkodni. De mondom, túlságosan exakt ez a megfogalmazás ahhoz képest, ahogy ez egy versenyző agyában lezajlik, csak azért próbálom így körülni, hogy valahogy érthető legyen. És egyik pilóta sem rosszabb vagy jobb a másiknál, egész egyszerűen másképp élik meg azt, amit az autóban tapasztalnak, meg saját maguk körül tapasztalnak. Felipe Massa közben szintén mondok még egy példát erre a reaktív vagy kalkulált versenyzőre. Lehet, hogy valaki azért reaktív, mert lassabbak, egy picit lassabban jönnek az érzékek, lassabban fogja föl, hogy mi történik az autóval, később érzi meg, és ezért viszont villámgyorsan, gyorsabban kell reakcióból reagálnia. Még az a típusú pilóta, aki egy tized másodperccel, 5000 másodperccel, akármennyivel előbb megérzi fenékből, érzékekből, az ujjbegyeink keresztül, a hátán,
mindenén keresztül, az összes érzékszervén keresztül, már felkészültebb az impulzusra, és hamarabb, kevésbé túlreagálva, kevésbé a határon egyensúlyozva kell azt megoldania, mint annak, aki egy picit később kezdte el felfogni, hogy mi történik. Elképesztően apró különbségekről beszélünk egyébként, és nyilván ez a különbség a bajnokok és azok között, akik nem lettek azok, mert ugye a következő kérdés az ez Szentner Bálintól. Ha a Red Bull ennyire jó autó, akkor alapjaiban tényleg egy jó konstrukció, akkor honnan ez a hatalmas különbség Vettel és Webber közt? Talán pont ezek azok a differenciák. Ezek az apróságok. We're just preparing in case the session becomes good enough for intermediates. Alonso is out on intermediates at the moment. We're waiting, obviously, but we have less than 20 minutes to go. So I think a crossover from wets to inters is not on the cards at the moment. And it would also possibly damage a set of wets, which you need to carry for the rest of the event. So the inters will be replaced today. So we'll see how it goes with the track condition. And that's why we've reset settings back to intermediates. Na hát a képen láttuk már a bizonyítékot, hogy ezt egy korábbról rögzített, vagy egy korábban rögzített rádióbeszélgetést játszottak vissza. Igen, hogy közeledik a váltópont, Alonso már az intermediateken van kint a pályán, mondta Tim Wright-Sharpiknek, és azért próbálja ugye mindenki óvni az esőgumikat, meg az intereket is, mert hogy meg van határozva, meg van szabva a darabszámuk a hétvégére. Ugye 4 esőgumi és 3 intermediate lehet verseny hétvégenként, vagy fordítva mondtam szerintem. Fordítva van, igen. Tehát, hogy megvan határozva, hogy hány garnitúra lehet egy adott verseny hétvégén, és innentől kezdve erre egyetlen egy kivétel, vagy egy extra szabály, hogyha az egész verseny hétvége, hogyha mindárm szabad edzés vizes körülmények közül, akkor egy-egy plusz szetet kaphatnak. Már pedig most valószínűleg ez lesz a helyzet. Abszolút úgy néz ki. De ennek ellenére azért óvni kell, mert nem tudni. Valóban, hogyha így megy vége a hétvége, hogy mind a 3 szabad edzés, az időmérő és a futam is végig vizes körülmények között zajlik, akkor előfordul, hogyha valaki nem bánik csinyán itt a szabad edzéseken az első gumiaival, hogy a versenyen megbosszulhatja magát a szituáció, és már egy félig elkoptatott, vagy egy elég rosszul kopott, az éleit elvesztett vízelvezető árkokkal rendelkező gumit kell, hogy föltegyenek, és az adott körülmények között akár a teljes versenyébe is kerülhet. Mark Webber után Nico Hülkenberg a képen, 13 perc és még valamennyi van vissza a második szabad edzésből São Paulóban, és továbbra is esik az eső. Hülkenberggel is veszi, vagy csak azért, hogy hagyjon egy kis helyet magának. Monisa Kaltenborn figyel a boxból. Visszatérve a Vettel-Webber különbségre, nemrég talán a Sky-on jelent meg a Sky Sports honlapján egy hosszú elemzés arról, hogy mi lehet a különbség Webber és Vettel között, mert hogy Sebastian Vettel, ahogyan azt a mellékelt ábra mutatja, nem csak hogy gyorsabban tud ezekkel a gumikkal menni, amelyek idén ugye hát a főszerepbe és a reflektorfénybe kerültek, hanem tovább kint tud maradni a pályán, ezekkel is úgy gyorsabb csapattársánál, Mark Webbernél, és éles szemű szakértők szerint, akik ezt figyelgették egész évben, az lett a különbség egyik oka, és ezek valóban nagyon-nagyon apró differenciák vezetés béli, technika béli különbség között. Megint elromlott a Kersz Mark Webbernél. Nem új, és állítani kell. Fékerőt hátrébb kell, három klikkel hátra kell állítani a fékerőt. Szóval azt figyelték meg, hogy Sebastian Vettel egy leheletnyivel a kanyar csúcspontján túlengedi be az autót, és aztán úgy fordul el, hogy az autó már menetirányjal szemben álljon, és akkor lép rá a gázra teljes erővel, tehát egy picit jobban kiméli. Nem szemben, menetirányban. Tessék? Azt mondtad, hogy menetirányjal ja, szemben bocsánat, álljon. Tehát fordul rá az ívre, igen, és akkor lép rá a gázra, akkor kezd el kigyorsítani. Még Mark Webber ezzel szemben a klasszikusabb utat járja, tehát elég agresszíven támadja a rázókövelket, és megpróbálja belekényszeríteni az autót egy olyan mozdulat sorba, hogy egyetlen egy ívvel el tudjon fordulni, és onnan kigyorsítani, amely viszont még a hátsó gumikat jobban eszi. Hát ezek nagyon nüansznyi különbségek, nehéz is belemenni. Sebastian Vettel azt a klasszikus Jim Clark-féle is kormazza, amikor a kanyarba befele kormányozza, még sokáig fékez, ezt trail breakingnek hívja az angol, tehát tulajdonképpen a fenekét is picit úsztatva fékez és egyszerre kormányoz, és ahogy a fékről engedi fel a lábát, úgy kormányoz jobban befele. És az autó pont abban a szögben kúszik be a kanyarba, ahol a kanyar csúcspont előtt megtapadva, pont abban az időpontban, ahogy megtapad, igazából vissza is tud lépni a gázra. Ez egy nagyon, nem azt mondom, hogy egyedi technika, mert sokan vezetnek így, ugyanakkor autótól is függ, hogy jó-e vagy nem egy adott autónak,
pályától is függ, meg hogy a versenyző hogy tudja a gumikra, az autóra, a saját stílusával együtt összehozni, hogy pontosan mindig ugyanúgy működjön, ahogy szeretné. És Sebastian Vettelnek az elmúlt években ez nagyon összejön. Mindezek az abroncsok és az az autó, amit Christian Hornerék, illetve hát Adrian Newey tervez, számára azzal tökéletesen egyé tud válni. Helmut Márkó figyeli a boxból azt, hogy Sebastian Vettel egyelőre csak az ötödik. Nico Rosberg vezet, itt jön Vettel. Na, már nem tudom, hogy az előbb mit kevertem, vagy melyik az első vagy a második volt rossz a vizes, meg az intermediate gumiknál. Megnézted a szabályt? Tehát, csak hogy pontosítsa, miért valakinek rosszul marad meg, tehát 4 szett intermediate és 3 szett esőgumi áll rendelkezésükre. És hogyha az első és a második szabad edzés esős, már pedig jelen helyzetben ezt látjuk, akkor egy plusz intermediate-et kapnak a csapatok, de akkor az egyik használt intermediate szettet a harmadik szabad edzés előtt le kell adni. És kapnak akkor egy újat a helyet. Kapnak tulajdonképpen egy új intermediate-et, de esőgumiból, amiből összesen 3 szett van, abból viszont nem kapnak. A leggyorsabb első szektor volt Vettelé, a középsőben nem volt olyan gyors. Előtte megy valaki. Innen több padlógás, csak a törésig csak picit merészkedett, nyomogatta egyre lejjebb a gázpedált, de még nem volt padlón. És a második Rosberg mögött megelőzi Webbert, csapattársát. Ketten vannak tehát már egy 29-en belül. Nico Rosberg és Sebastian Vettel, két német. Vettel tartalékolt az esőgumikkal, nem ment egész végig, és most az intereken jött ki. Délelőtt is alig mentek a Red Bullok. Ez még kifizetődő lehet, hogyha ilyenek maradnak az időjárási körülmények a vasárnapi futamra. Sziasztok, jövőre is adni fogjátok ilyen formában valamelyik szabad edzést? Kérdezi Nyíri Zoltán. Folynak a tárgyalások, bízunk benne, egyébként vannak új ötleteink rengeteg. Elő is vesszük majd a fiókból és a vezérkar elő. Már az utazást is adni fogjuk. Igen. Tehát már a becsekkolását mutatjuk Bobák Robertnek és Szabó Bicók Szilárdnak. Hogy hogyan ide a kérdés, nem tudom. Jártas Dávid, Zoli sportolsz valamit? Küzdök a kilók ellen, maradjunk ennyiben. Mit gondoltok a jövő évi autókról? Fekete Barnabás László. Nem láttuk még őket. Senki nem látta. Elképzelések születtek. Talán Giorgio Piolái az. Hosszú-hosszú ideje már rajzolgat, különböző nagyon-nagyon láttam már olyan Piola rajzot, ami nagyon messze volt az igazságtól, úgyhogy ez inkább egy jó közelítésnek tekinthető, és aztán lehet, hogy pont olyan lesz, lehet, hogy nem. Tehát nem tudjuk még, hogy milyenek lesznek az autók. Ugye a szabályok alapján, hogy mennyire közel kell például lenni az Orkup hegyének. A brazilos sisakban, bocsánat. Igen, hoppá! Az első nagy megpördülés az edzésen, ilyen piruettet talán még nem is láttam. De gyönyörűen megfogta, 360 és megy tovább. Hát ez is lepont, ezt akartam mondani, hogy pontozzuk, mert pont visszajön a bukótér végén, nézd meg, megforog, és még az aszfalton tart, ez megint át, a jobb hátsó kerék egy picit a fűre, meg a tizet azért így is megadjuk. Amerikában ott volt David Hasselhoff, lehet, hogy ott beszélgettek, hogy vajon ezt kitten meg lehetett csinálni, vagy pont tőle tanulta, Mark Webber a képen. Ez is egy visszajátszás, tehát ő is hibázott egy picit. Hát, hogyha a klasszikus műkorcsia pontozás, akkor ez volt az 5,9. Igen. Dupla a régi műkorcsia. Szóval nem tudjuk még, hogy milyenek lesznek a jövő évi autók. Jóval kevesebb első szárnyat szeretnék, mondja Mark Webber, 7,5 perccel a vége előtt. Lakik Xenia, sziasztok, mindjárt ideje összeállítani az éves összefoglaló műsort. Xenia jól értesült, egyébként decemberben valóban lesz egy órás magazin műsorunk. Bocs, közben Rosberg javított, ha nem is sokat. 6.93-ra és 1.28-al nyilván, itt pedig Vettel jön. Szerintetek melyek voltak a legjobb pillanatok, amiket mindenképpen meg kell említeni? Hát a Multi 21-jel indultunk, aztán a gumimizéria, a Silverstone-i defektekkel és a konstrukcióváltással, hogy az kit hogyan érintett. Szerintem Kimi Räikkönen Lotusos házasságának megromlása is mindenképpen megér egy misét, illetve az a titkos teszt, amelyet ugye a Mercedes-t megbüntették. Szerintem ezek voltak azok a pillanatok, amikre mindenképpen ki kell még térni. Hát és akkor olyanokról nem beszélve, hogy pályára visszaguruló, keresztbe visszaguruló, ott hagyott autó, kigyulladó autók is voltak párszor, tehát lángok is felcsaptak egy-egy kocsiból, ezeket meg szépen összefoglaljuk önöknek, miközben Sebastian Vettel nemhogy 1.28, 1.27-tel kezdődő időt autózik, egészen pontosan 1 perc 27,993 ezred másodpercet.
minek autózni, hogyha az utolsó 10 perc is elég. Sós Robert, honnan tudják a pilóták, hogy egy adott körben mennyi kerzt használtak már el? Az onboard felvételeknél miért csak a gázpedál állását mutatják pontosan? A fékpedál kijelzője olyan, mintha csak egy be, illetve kiállása lenne, pedig nyilván nem így van. Persze, hogy nem. De hogy a... Ja, hogy mikor lép rá a gázra, igen, azt lehet látni valóban. Féket is lehet látni, mikor lép elméletek a fékre, de hát ezt tegyük hozzá, hogy ezek nem teljesen igen. Pontos adatok, illetve, ha jól tudom, erről lesz egy anyagunk? Ha nem is lesz anyagunk, Robi megkérdezte Sam Michaelt, és ugye odáig eljutottak a beszélgetés, mert rengeteg szenzor van, és ezek megérkeznek az adatmérnökökhöz. A kérdés még továbbra is az, hogy ez a közvetítés rendezőihez hogyan jut el, de utána járunk a sztorinak. Egyébként ott is, tehát például a box kiállást azt stopperrel mérik kintről. És érdekes volt, hogy Martin Wittmann se elmondta, hogy ők a Red Bullos Mark Webber féle box kiállást, amely ugye 1,9 másodpercet vett csak igénybe, ők 2 másodpercnek mérték, de nyilván jóval kevesebbnek, mint amit láttunk a közvetítésben. Arról beszéltünk is, hogy az a 3 egész valamennyi az 2,3 volt, és abból lett 1,9. Igen. És ugye a Red Bull azt mondja, és hát ők a legpontosabb adat, hogy az autón található szenzorok jelei alapján a teljes megállástól az elindulásig tartó idő volt 1,923 ezred másodperc, és tulajdonképpen ez egy korrekt megfogalmazás, ennél pontosabban elég nehéz mérni, tehát amikor megállt az autó, és ahogy elindult. A kert pedig igazából a pilótának nem kell látnia, hogy mennyit használt el, hát nyomja idő, aztán megindul addig nyomja, amíg el nem folyt, tehát ezt a szabályban előírt 6,61 század másodpercet, ahogy túllépi tovább, nem veheti tovább igénybe, nem arról szól a helyzet, hogy nyomhatja 8 másodpercig is a pilóta, és akkor átlépi a szabályt, elfogy, tehát egyszerűen tovább nem ad le teljesítményt. Neki csak azért fontos, hogy lássa, hogy mennyi van még hát, hogy ossza be egy körön belül. Pedig Lóf, figyel, Hardy Péter, szerintetek Kubica visszatérhet-e még a Forma 1-be? Hát egyre kevésbé. Nem. Esélyes erre. Nem vagyok az orvosa, de ahogy kinéz a helyzet, ha látta valaki a videókat a hétvégi brit rallyról. Szegénynek nem volt jó hétvégéje. Követően, igen, meg egyáltalán, ahogy a kezét tartja, nincs, látszik, hogy tudja valamilyen szinten használni, de valóban ezekhez a Forma 1-es erőhatásokhoz, és inkább ahhoz, hogy mennyire limitált helyen kell az embernek csomó olyan dolgot megoldani, mert ha szabadabban lenne az ember alkarja a keze, a felső test, akkor sokkal egyszerűbb lenne a kormányzás. Itt egy szűk kokpiten belül sokkal nehezebb dolga van lenne Robert Kubicának, ezért is mondja ő maga is, hogy elég kicsi az esélyre. Ráadásul rengeteg finom mozgást kell végezni, igen, amit lehet, hogy nem tud még megcsinálni. 1.27.5.31-re tovább javít Sebastian Vettel, és Mark Webber is jön a csapattársa, most már ők vannak ketten az élen, Nico Rosberg csak a harmadik, Bergnek van egy nagyon ígéretes negyedik ideje, aztán Hamilton, Alonso, Grosjean, Gutierrez, Ricciardo és Kovalainen az első 10-ben. Miközben Jenson Button hagyja el a boxot, közben Paul Di Resta is tud javítani, alább hagy az első szemmel láthatóan gyorsulnak. Mennek tulajdonképpen egy időmérő körre. Egy 28-9-28-al Fernando Alonso az ötödik. Róka Máté, sziasztok, mennyi a valóság alapja annak a hírnek, hogy Eccleston börtönbe megy, és a helyét Horner veszi át. Szerintem Ross Brown jobban megérdemelni. Hát egyelőre ennek így nem sok valóság alapja van. Annak van, hogy Bernie Eccleston ideális utódjául Christian Hornert nevezte meg, de hát ettől még nagyon messze vagyunk, és a CVC-nek, ugye a Forma 1 többségi tulajdonosának is lesz még vele szólása, hogy ha egyszer Eccleston távozik ilyen-olyan oknál kifolyólag, vagy okból kifolyólag, akkor kivegye át a helyét. Ez hát csak ez úgy bedobta. Ebben túl sok spekuláció. Nagyon messze vagyunk még, igen, hogy Christian Horner lássuk már a Forma 1 első számú irányítójaként. Nem tudom, hogy nem lenne jobb valakit kívülről hozni, aki talán nem ennyire elfogult, mert hát Jean Todtnak az elmúlt években is meg kell küzdenie azzal, hogy elfogult az FIA elnökeként a Ferrari volt csapatfőnöke, méghozzá a Ferrari felé, még akkor is, hogyha ez azért olyan sok intézkedésén nem érhető tetten. De ennyire ne szaladjunk előre. Hát kedves nézőink, nagyon szépen köszönjük, rengeteg kérdés jött, úgyhogy
nem csak a figyelmet köszönjük most, hanem azt is, hogy egész évben kitartóan velünk voltak. Boxutca.hu, vagy híradó.hu per Boxutca, ugye ez az elsődleges hírforrás akkor, amikor éppen nincs közvetítés a televízióban, és hát a közösségi portálon is, miközben Nico Rosberg egy 27.306-tal, tehát a facebook.com per Boxutcán is ott vannak a legfrissebb információk, hogy jövőre milyen formában találkozunk majd, legalábbis a szabad edzések tekintetében, az is remélhetőleg hamarosan eldől, és majd tájékoztatjuk erről önöket. Vettel nem javít, marad a második Rosberg mögött. Hallatszott, hogy kigyorsított a célegyenesen, mennyi ideig kipörögtek, kiforogtak a kerekei ugyanabban a fokozatban, sokáig küzdött vele. Van még víz a pályán bőven. Felipe Massa édesapja figyel, itt pedig az, akit első sorban néz az édesapa. Hazai közönség előtt Felipe Massa akkor ugye 2008-ban néhány másodpercig világbajnoknak érezhette magát. Lehet-e elfelejteni azokat a drámai pillanatokat? Nézzük Felipe Massa idejét, mire megy a Ferrarival. Kovalainen közben jön egy negyedik időt, az mindenképpen szép, Massa pedig a hatodik egy 28.540-nel, tehát Fernando Alonso csapattársa elé is be tud ugrani Daniel Ricciardo, miközben letelt a másfél óra. Hát azt gondolom, mindenkit hátba kell, vagy vába kell veregetnünk, mert hogy senki nem törte össze az autóját. Hamilton mutatott egy gyönyörű megforgás, de azonnal ment tovább. Mindenki uralkodott a jobb lábán, vagy legalábbis kontrollálta azt, és nem adtak extra munkát a szerelőknek ennek a nagyon hosszú szezonnak a végén, az utolsó verseny hétvégén. Fontos információ, hogy 16 óra 45 perckor, tehát 3:45-kor kezdődik a felvezető műsorunk a kvalifikáció előtt az M1-en. Összefoglaljuk majd szokás szerint a legfrissebb híreket, a tudnivalókat a pályáról, és így tovább. Aztán 5-kor kezdődik az időmérő edzés. 1:27.592-vel Webber továbbra is Vettel, illetve Rosberg mögött. Maldonado javít, közben 29.717-tel a 14. helyre jön be, Van der Garde pedig a 19. És ne ijedjenek meg, csak azért vannak a slickek előkészítve, hogy elpróbálják a kerékcserét, és ha jól látom, akkor ezek jelöletlenek voltak, talán a jövő évi prototípus gumikat használják erre a célra. Ebből sok tapasztalatot nem szűrne Pirelli. Itt csak gyakorolják a kerékcserét, a Red Bull pedig már tolják vissza. Ross Brown, még néhány információval, aztán kezdődhet az úgynevezett debriefing, ugye az az eligazítás, ami az edzések után, illetve versenyek után is szokott következni. Fett egy kicsit ingerülten integetett. Valamit nem érzett jónak. Látott a tükörben valamit. Itt jön Nico Rosberg. Igen, valóban föltették. A jelöletlen. Igen, a jelöletlen Pirelliket. Odahozta tehát a Pirelli, hogy arról a közvetítés elején is beszélgettünk, hogy kipróbálják a következő szezonra szánt abroncsokat a csapatok, de hát ebből túl sok információt ebből a napból nem tudtak begyűjteni. Úgyhogy ebből a szempontból ez a hétvége, ez megy a kukába, egyre inkább körvonalazódik egy januári Bahreini teszt állítólag, ahol kipróbálhatják a Pirelliket. Januárnál tartunk, mert decemberről volt szó még délelőtt. Lehetséges, igen, hogy ja, tehát mindenképpen kell még a szezon előtt majd tesztelni egyet. Heikki Kovalainent emeljük ki, aki a negyedik időt autózta Rosberg, Vettel és Webber mögött. Kedves nézőink, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, tehát még egyszer 16 óra 45 perc szombaton, ekkor kezdődik az M1-en a kvalifikáció előtti felvezető műsorunk. Vasárnap pedig majd 16:30-kor, tehát 16:30-kor kezdünk. Gábor, köszönöm neked a szakértést, a kedves nézőknek pedig a figyelmet, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk, eső nélkül.